Sziasztok, kis Imi vagyok. Vagy nem. De miért én vagyok itt, és miért nem az Imi? Nagyon egyszerű a képlet, mert most az egyszer helyet cseréltünk, és most én fogok kérdezni, és ő fog válaszolni. Vagy legalábbis úgy fogunk beszélgetni, hogy most róla lehessen többet megtudni, és ez nem is a hóhér meg az akasztása, hanem szerintem nagyon fontos most már ennyi ilyen beszélgetés után, hogy ki az az ember, aki csinálja ezeket a beszélgetéseket. Szóval Full on kisimi most itt az Unlimited-en. Amikor te beszélgetsz valakivel, én azt nézem, hogy elindul valahogy a beszélgetés, vagy valahol bekapcsolódunk, majd egy idő után az, az egységsorú vendég rádöbben arra, hogy. Megy. <laughs> Mert nem szoktam szólni, hogy igen. el van indítva. Na hát akkor ez most megy. Ez most megy. És uh... most kell befeszülni. Igen, igen. Én. Uh... Én kisimi földi helytartója vagyok, és uh, már be is kapcsolom az imi feliratú gombot, én kisimi földi helytartója vagyok, és aki a vendégem nem más, mint BZ. És akkor ezt most fordítsuk meg. Uh, egy nagyon fura felkérés jött, ugyanis az jött, hogy hát az, az nem fura szerintem, hogy az emberek szeretnék megtudni azt, hogy az, aki állandóan kérdez, és kezdeményezés érdekes embereket hív meg, hogy ő kicsoda, és ő hogy csinálja is úgy egyáltalán. Viszont az tök jó, hogy azt mondta az Imi, hogy de jó lenne, ha én ezt, én ezt csinálnám. Szóval én most azért vagyok itt, és azért vagyok az Imi feliratú Szépen. Ö, mert most én fog hülyeségeket kérdezni, bár szerintem igazából. Már megint a konyhában elkezdtük, és egy Igen. csomó olyan dolgot végbeszéltünk, amit, amit itt is lehetne, de majd csak vissza. Majd eljátszuk. ugyanúgy, így van, hogy Ó, oh, és akkor most ja, ha, nem. Na, reflektálnék arra, hogy szerintem az a furcsa felkérés inkább, hogy a nézők mondták, hogy imi veled kéne egy beszélgetést. Miért? Öm... Nem, ez most nem, ez nekem eszembe nem jutott soha. Csak olyan sokan írtak, hogy tényleg így elgondolkoztam, hogy basszus, ha ez most tényleg érdekli az embereket, akkor meg most és egy semmiből nem tart átülnöm ide. Viszont én azon gondolkoztam hónapokat, hogy ki legyen ez az ember, akit én. <laughs> <laughs> Ennyit ennyi tudok most így hirtelen hozzátenni. Felmerek <laughs> kérni egyébként. <laughs> És egyébként neked mennyire nehéz például magadról beszélned, vagy, vagy saját dolgaidról beszélned úgy bele a világba, mert azt én tökéletesen látom, hogy te a vendégeiddel, meg egyébként bármi, tehát hogyha rendezvényen találkozunk, vagy ilyesmi, belefolysz, nagyon átérzed, látom, hogy, hogy a másik fejével is gondolkozol, és ilyesmi, de az egy másik dolog, tehát olyankor te tényleg egy majdnem olyan mondom, hogy egy support szerepbe vagy, de amikor az vagy, na, és, és mi van veled? Na. És ilyenkor mennyire érzed azt, hogy... Ez na. a kérdés a halálom. Főleg, főleg tudod így karácsony tájékán, amikor így valami karácsonyi céges buliba találkozunk, emberekkel, akikkel amúgy nem annyira gyakran, vagy új év után, na és mizu, mi a helyzet? És ez az a kérdés, amin én elkezdek feszülni. Mert így ne, nincs rá kész válaszom, és most már kéne valamit mondani, hogy... Hát minden jó, suli, család, könyvtár, tanulás, A Igen, tanulás, igen, munka, tanulás jó, persze, megy, de 38 első. jó, de 38 de Igen, fár... de hogy, de, hogy ne, nincs rá kész válaszom, és pont emiatt vagyok én abban a mindsetben, hogy most ki a francot érdekel az, hogy velem mi van, engem se, azért hívok vendégeket, <gül> <gül> tudod? Jó de, hogy, de hogy közben meg tényleg azért rád gondoltam, mert te is ugyan ilyen szinten élsz az én fejemben, hogy veled lehet beszélgetni, és, és átozzék szinte mindenről. Ö, ami szerintem tök fontos. Egyébként tényleg az érdekel, hogy amikor valaki csak úgy tényleg megkérdez, akkor te inkább elütöd, és azt mondod, minden, minden oké, okay. vagy azért van olyan, amikor azt mondod, hogy de jó, hogy kérdezted, és akkor így hirtelen kijött. Nincs, fú, nincs, nem ez a... Kicsit nem annyira, de amúgy majd jobb lesz, vagy hogy nem be vagyok, jaj, most egy kicsit jó. Tehát, hogy ha most valaki megkér, hogy mi van veled, akkor mindig mondom, hogy fú, hát 2019 nagyon rossz volt, de 2020 eddig az... Igaz, hogy még csak három hete tart, de hogy 2020 eddig... Az, az eddigi tök 24 jó. nap olyan volt, mint az Tvallod, Nagyon megy. De hogy Nincs rá kész válaszom, és mondom, befeszülök, mert ilyenkor mm -hmm. tudod, így, így lepereg minden, hogy, hogy hány éves vagyok, mit csináltam eddig, mit szeretnék csinálni, mit csináltam, ami szerintem jó, de az mindig sokkal kevesebb, mint az, amit csináltam, ami sokkal jobb lehetett volna, vagy mit nem csináltam még, de kéne, és akkor így így elkezd betemetni, és így esik rám minden. De és ilyen, rosszul vagyok tőle le. Ez azért van, mert te egyébként egy ilyen nagyon önanalizáló ön típus nagyon, vagy. Nagyon, sokkal, sokkal. Lélekmarcangolás? Igen, igen. Mindenki kellett volna ezt jobban. De várjál, volt valami mémet találtam múltkor ezzel kapcsolatban, hogy hogy, hogy ö, ilyen két, két képkockás mém, KB, hogy csináld azt amiben a legjobb vagy, és amit a legjobban szeretsz, hogy az egyik ember mondja a másiknak, és a másik ember a következő képkockán kép egy olyan standban, ilyen limonádi standban, amire az van e, írva, hogy overthinking everything, és így egy dollár vagy valami tudod, hogy olyat áll, és ő szívesen túl gondol bármit. Jó, ezt egyébként azért tehát jónak mondod, tehát <laughs> Igen. Ezt, mert. ezt nagyon ismerem, de a másik az az, hogy nekem legalább megvan az a marketing a fejemben, hogy ilyenkor mit kell mondani tehát én el tudom egy ideig nyomni azt, hogy minden, minden, minden fasza, de az nagyon kicsi kör. Fú, én nem, bírom, én így... nem bírom, és pont emiatt én nem tudok úgy beszélgetni, ha nincs kedvem beszélgetni, akkor én a legszorabb arc vagyok szerintem. Nem, nem olyan értelemben, nem mondok semmi rosszat, hanem hogy olyan arcot vágok, amire egy más megkéri rögtön, hogy valami baj van. Igen. Nincs kedvem beszélgetni, semmi baj nincs, csak hogy nem akarok itt lenni. Mondjuk. És van, hogy azért nem megyek el mondjuk valami, nem tudom, buliba, haveri találkozóra, akármire, mert így lehet, hogy egy órával előtte egy berosszulok, és így nincs kedvem. És az a baj, hogy ez a sokszor megcsinálod ezt a nincs kedvem dolgot, és utána már az lesz a normál, hogy mutkosra igen, igen, de aztán másnap meg nyilván felkelsz. Kicsit ez a fomo, Fear of Missing azért igen. ott van, hogy baszki, ha elmentem volna, történt volna velem valami, lehet, de nem biztos, de talán, és uh, így vagy -e a két, uh, őrlődsz a két szituáció között. Ez a tipikus ilyen intro-extrovert, tehát Igen. amikor azért, majd azt én szabályozom, hogy mikor vagyok melyik, de mindig valamelyik, és közé. De úgy, ahogy van ilyen, én esküszöm, ezt, ezt, ezt van szoktam van. mondani, hogy én egy, egy introvertált, extrovertált ember vagyok. Ilyen van, tehát, ez, ez, teljesen, teljesen megvan, tehát az az embertípus, aki alapvetően introvertált, de azért kellenek neki a világból időről időre olyan impulzusok, amitől ő azért töltekezni tud. Csak például gondolom neked is nagyon fontos, hogy ez mikor, tehát hogy ezt te szabd meg, hogy hát igen. most készen állok. Igen, kedvenc példám ezzel kapcsolatban, hogyha mondjuk valami olyan haveri összejövetel van, ahol, ahol mondjuk van karaoke, akkor én soha nem énekelek. Azért, mert tényleg úgy vagyok vele, hogy csinálom a YouTube műsorokat, csinálom az élőzést Twitchre, amikor még játszottam színházban, zenés darabokban, akkor jó sokat énekeltem, imádok a mai napig, de ha nem muszáj, akkor én nem fogok odaállni karókizni, mert nem akarok ezt hogy meg vele no. az átlagos karácsonyi családi Csak dolgot, nem az, amikor, hogy a BZ játszál valamit. Nem is az, hanem am amikor megy a melyből az Isten, lejön a liften, stb. <laughs> és akkor, öcsém szokta ezt énekelni, bocsánat, de szóval, és akkor, akkor a család egy időben így hátranézett, hogy Bézé, de te miért nem énekelsz, hiszen te énekes vagy? És akkor mindig el kellett mondanom, hogy de te még miért nem kontírozol, hiszen könyvelő vagy. Tehát, hogy nem, ez, 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 nem így. Mind. ennek a kedvenc... nem tudom, példája nálunk az a, az a fotózás volt, amikor így összes póról pénzecskémből megvettem az első DSLR, első és azóta egyetlen DSLR gépemet, és hogy hát, első karácsonyra hazavittem, tök jó végig kattintottam mindent, objektív, kompízi, amikor így benne vagy, aztán dolgozol egy-két évet azzal a géppel, és már nem akarsz ránézni, csak akkor, ha munka van, és akkor jönnek a kérdések, hogy Imika, nagyon jó fényképeződet, nem hoztad haza? Nem. Miért nem? Hát te tök jól tudsz fényképezni. Igen, de nem akarok. Igen, rajta dragad, szépen, szépen ügyesen rajta dragad. Meg ez a, ez a, ez a, jaj, Bézé, te annyira értesz a számítógéphez, persze írok róluk, de és akkor nem, nézd meg, itt a ramnak Vagy ez a Windowsomat újra telepíteni. Igen, igen. Én, a mai napig nyilván megtalálnak ilyenekkel, ha tudok segítek, csak az is például olyan, hogy elmondják a problémát telefonban, aztán így kb. előttem van, hogy vajon mi lehet, ha sikerül megoldani óriási sikerélmény, ha nem, akkor a napom el van cseszve, de aztán a hetem is, és azon pörgök, hogy miért nem lehetett ezt megcsinálni, és hol lehet ez elcseszve, és most tényleg újra kéne telepíteni egy Windows-t úgy, hogy nem tudom, mi van azon a gépen, mindent le kéne menteni, jaj, de működjön már holnapra, és hogy jaj, nem tudom, én tényleg úgy vagyok, én a saját rendszeremet úgy használom, hogy senki más hozzá nem nyúlhat, és soha nincsen semmi baja. Azt leszámítva, számítva, mikor mondjuk rendszerfrissítés van, egy jó Windows update megérkezik, igen. és onnantól az OBS beállítások, amiben most rögzítünk, megy. Megy, megy, 9 megy perccel, men, jó. Menni, menni. Igen, és akkor Török. azok így egy kicsit elcsesződnek, de hát az már így meg reflexből tudod. Tudom, életem a QB-zzel. tehát ez a. Ja, ugyanez az összes VST-plaginnal. Igen. Ö, Viszont... Nagyon rossz alany vagyok, nem? Mert így nem, nem kezdek el terjengősen beszélni. Nem, nem... Beszélgetünk, nyugi, ne feszülj Nem tudok annál többet beszélni, mint a... Íz, easy rap. Mert egyébként most pont az érdekel, hogy ugye azt szépen elmondtad, hogy hol műsor, hol műsorvezetés, hol fotózol, hol, hol színház, hol mit tudom, de hogyha most így magadnak definiálnod kéne, hogy mondjuk hirtelen ismeretlen vagy magad számára, és akkor ez a ki vagyok én. Akkor, és mondani kéne csak úgy, úgy, egy valamit, hogy én kisnyő vagyok a... Szoktam ezen gondolkozni, nem tudom. Tényleg nem tudom. Ez, itt kezdődik ez ilyen pszichológia biztos, mm -hmm. hogy, hogy így nem tudom, hogy, hogy ki vagyok. De hogy Mondjuk ezt most ezt hívni, de... De az nem jó, mert a, aki az én szememben polihisztor, az tényleg ért mindenhez jól. Én olyan ember vagyok, aki sok mindenhez ért egy picikét, ami azt jelenti, hogy semmihez nem ért igazán. Túlzás. Ezt úgy hívják, hogy impostor szindróma, tehát... <laughs> túlzás, de de tényleg az egyetemen az Andrásnak az egyik az egyik legjobb példája, a bárdosnak az egyik legjobb példája az volt, hogy így felrajzolt egy kört a táblára. És itt egy kis kör. Oké. Okay. Ez itt a te tudásod. Bent uh -huh. Benta, körönbelül. belül? Uh -huh. Uh -huh. Látod, milyen a sugara a körnek? Aha, igen. Az a nem tudásod. És rajzolt egy nagyobb kört. Na, ha már ilyen a tudásod, akkor ennyi lesz a nem tudásod is. Tehát, hogy ez egy ilyen, és nagyon jó szemléltes példa, és ezt nem azt mondom, hogy jaj, mert mennyire okos vagyok, de az ember minél tájékozottabb, annál jobban veszi észre azt, hogy mennyi mindent nem tud még, és ez ilyen ez ördögítő, persze, tudod, de ez, rossz. a, ez a fölfedeztük a naprendszert, akkor de szar, hogy nem tudjuk, mi van. A, mi van, ami van túl, a, igen. Az univerzumban fölfedeztük, uni stb. 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 Fölfedeztük az atomot, akkor mi, mi annál a kisebb, és így tovább. Tehát, Figyelj, ma, van. mai példa, elmentem a kedvenc kávézomba, kontaktba voltam, még megittam egy ö, kávét, hazafelé egy finom presszót, és hogy kihozta a Tomi a presszót, én eddig mindig teljes kávét ittam, csak fáj a hasam sajnos a, 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 a tejtől, az alternatív, Zárójel halott tejeket nem szeretem, se ari, se a kókusz, se az De a semmi. az tud jó lenni erre. Nem? nem tudom, hogy náluk van-e, szerintem nincsen, de a lényeg az, hogy, hogy tej nélkül, mert hogy úgy jó, uh -huh. az alternatív tejek meg úgy megízesítik a, a kávét, amit nem szeretek, uh -huh. főleg, hogy én ugye cukor nélkül, viszont lényeg a lényeg, hosszú hosszú bevezető, rövid sztori, kihozza a tomi, a presszót leteszi, és hogy nagyon szép volt a krémája, az a hab. Uh -huh és mondom, ú, uh, de szép, és mondja Tomi, hogy igen, igen, de hogy ugye a kiskanállal majd előtte azért jól kevergest föl. Tessék? Én nem szoktam presszót inni annyira hmm. tudományosan. Hát föl kell kevergetni kiskanállal előtte, ezért van mindig a presszó mellett kiskanál, mert az a krema, az a kicsapódott CO2, uh -huh. az ott fönt van, ha abba az ember, annak nincs nagyon íze, sőt, és az egy rossz élmény egy elsőre. Uh -huh. És ezt így nem tudom hány év, kávé fogyasztás után tudtam meg, és az első gondolatom az volt, hogy milyen jogon mondtam én bárkinek bármit a kávékkal kapcsolatban, ha annyira alap dolgot nem tudtam, hogy a krema az a kicsapódott CO2, és az föl kell keverni. Figyelj, a, e, tehát ilyen, ne, nem hiszem, hogy olyan ember van, a, tehát, van, van olyan matematikus, akinek, hogyha azt, tehát, hogy azt mondod, hogy most a világ összes egyenlet, ja, akkor mindegy. persze. Meg, meg nem akarok most ilyen szerepbe tetszelegni, de hogy én minden nap ilyen gondolatokkal szoktam küzdeni. És egyébként ezt megkaptam már, hogy, hogy több helyről, hogy túl sokat agyalok, meg nem kéne, meg, meg legyen már önbizalmam, csak nem tudom, nem vagyok ilyen, soha nem is voltam. Akkor fordítsuk meg úgy a kérdést, hogy hogy, hogy mi az, amit ö, a napodban és a sok munkád és egyéb tevékenységet között, amit legszívesebben csinálsz. És tudom, hogy erre is lehet azt mondani, hogy mindegyiket ugyanolyan szívesen, vagy mit tudni, a de biztos, hogy van valami olyasmi, ami, hogyha rád zuhanna bármi, akkor azt mondod, hogy mostantól én ezzel foglalkozom, és pont. És megint te tudod, egy olyan kérdés. Jó, oké, okay, ugorjunk. De meg, nem komple. van, akinek erre van válasza, hogy mit Szerinten szeretek van? minden napban a legjobban? Hogyne. Én emberekkel beszélgetni, ennyi. De mármint, hogy olyanokkal, akiket én választok ki, hogy veled akarok. Tehát, Aha. hogy a, a, a random dude 23-mal nem, tehát nem érzem jól magam abban a szituban. Amit nagyon szeretek minden nap, töménytelen mennyiségben zenét hallgatni, de én azon nagyon rossz hallgató vagyok, hogy találok egy Kijelmzős. számot. Az, találok egy számot, mondom, baszki, ez nagyon jó. De mitől? Uh -huh. meghallottam még egyszer, jó a flow hogy ilyen a ritmus, aha, aha utána hallom hogy hú ez a mit én, ez a 808-as VST dob, ez a pak még az a uh -huh. old school aha, aha igen, kicsit 80-as, aha itt szól valami, mit, aha itt szinti jó, akkor már 27. hallgatásom már csak a basszus szólomot hallgatom hogy az milyen, aztán lehet, hogy utolsó utáni pillanatban nézem a szöveget, hogy amúgy mit énekelnek, mert addig azt nem is hallottam, csak a zenei alapot. Tudod, hogy boldogság, Igen, művészet, és utána kiderül, meg... hogy ilyen, ilyen belezés. Izé. Vagy, jó az, leg. vagy például az, hogy basszus, de jó a szöveg hmm. is. Tehát, hogy én, én ez a zenehallgató hallgató vagyok. Egyszer csináltam egy olyan live-ot, amiben elmeséltem a Zinoblét Chronicles 2-nek az egyik ö, zenéjét a, a nézőknek Twitchen, és mondtam, hogy ezt szeretné megcsinálni ö, Youtube videóban, de az egy biztos levágná a copyright, mm -hmm. a másik meg, hogy most kihallgat végig 30 percen keresztül egy, egy dramaturgia elemzést. Jó, igen, <laughs> te és még ketten kb., de hogy, de hogy közben meg annyira jó, mert tök jól el lehet magyarázni azon a zenén keresztül, hogy Mennyivel, men, milyen értékeket hordoznak azok a zenék, amik kifejezetten a játékhoz készülnek, uh -huh. és hogy van, van interakció a rendező, a, az artistok, a, az environmental artist, a concept artist, mindenki, a, a voice acting meg a, a, a zeneszerzők között végig. Uh -huh. És Persze. hogy a, a teljesen a világhoz passzoló ö, zenéket összeraknak. Mert most érted, ki van az új? Most például a Borderlands 3-nak az összes trailer zenéje, meg az összes ilyen zenéje tök szupi, de azok meglévő lágerek. És most meglévő lágereket belepakolni egy játékba, és ú, de jó a soundtrackja, arra én azt mondom, hogy hát esetleg volt füle annak a kiválogat, de hogy vannak azok a zenék, amik kifejezetten a játékhoz készülnek, és akkor fél mondatba, akkor elmondanám ezt a zenét. Please. Ez egy ilyen boss fight zene. Zinobili Chronicles az az a játék, amiből nem csináltam szerintem. Az nekem teljesen kimaradt, de. Az, 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 valami az kongolom, a Switch ugye? Exclusive, Tehát az, igen, az nagyon fight. japán RPG. Uh -huh. uh, ha valaki nem ismeri a sorozatot, mert amúgy Nintendo Exclusive sorozat, az Innoblade. Hát ilyen fél úton van a, a Final Fantasy, meg az ilyen hát nem is tudom, mit mondjak még milyen RPG-k között, de hogy én imádom, valami jó 150 órát streameltem is belőle Twitchre, és van egy boss fight zene. Ez tipikusan az a japán játék, hogy ekkorának látszik a karaktered, és egyszer csak így egy láb így, tum, megjelenik előtted, nice. és hogy nem fér bele a képernyőbe. És mondjuk te level három vagy, és az első helyszínen az open world a level 97-es T-rex így megjelenik, és még annyira béna vagy, hogy még az agró se rakódik rád, mert nem vesz észre, de ha mondjuk véletlen rád rakódik, na, akkor elindul ez a zene. Ami egy olyan ilyen diszonáns rock csörgéssel indul, az első 15-20 másodperc a zenének ez, mert hogy ha ügyes is vagy, úgy is meghalsz 10 másodpercen belül. Érezt, hogy jön. Érezd, hogy jön, igen. és az így berakódik neked Szó. agyba. Tehát, hogy az egy sziréna. Konkrétan ezt így is elemeztem ki, ilyen sziréna-szerűen kezdődik a zene. Uh -huh. Aha, csak amikor már mondjuk te is level 85 vagy 90 vagy, és visszamész, és tudod, hogy na most már meg tudok vele küzdeni, akkor a 20-30 másodperc környékén már a szirénából átcsapódik egy ilyen, olyan témába, hogy mazegg, megy a fájt, elkezdesz belejönni, és utána ilyen epik lesz, hogy még mindig tart, és mennyire király vagy. Utána... Ezek zseniálisak ezek, amikor dinamikusan változik, ahhoz képest a zene, hogy mi történik. Hogy igen, és, és az összes körülmény, tehát nem csak az, hogy mi történik, hanem, hogy te milyen vagy az belül, meg, a, uh, meg az ellenfél, hogy áll, hol vagytok éppen, meg, meg ilyenek. Pontosan, Szerintem. és nagyon brutál csak tudod, ö, itt olyan dolgokról kell beszélni, hogy Teljesen világos legyen, amit, hogyha egy zenéhez nem értő embernek mondasz, akkor kéne valami szemléltető, mondjuk egy ilyen. Uh -huh. hogy, hogy figyeljétek, most itt izé, itt most kromatikusan Ö, megy a dallam, mert hogy az mennyire sérti a fület ebben a hangnemben, de igen, azért megy kromatikusan, igen, hogy mi az, hogy kromatikusan, és akkor -rö 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 -rö, és akkor így végig kéne nyomkodni, hogy ez a kromatikus, de figyeljetek, mert 45 másodperccel ké később ugyanerre az alaprészre, viszont már nem kromatikusan megy, és hogy ami főső szólamba van, mit tudom én, a, a, a lead gitár, most az a hangsúlyos, mert eddig az vagyunk mi, de eddig meg a nagy basszus ment nagyon hangsúlyosan, az a gonosz, mm. és hogy most alá-fölé rendeltségben a melyik hangszer hogy van eltolva arányaiban, és akkor ez csak egy két és fél perces vagy három perces track a 150 órányi játékból, és akkor ebből egy 30-40 perces videót össze lehetne hozni, és én már sajnos egyszerűen nincs türelmem ezt megcsinálni. Mert most megnézi nem tudom 8-10 ezer ember, vagy lehet, hogy már annyisa nézné meg, fogalmam sincs, nem arról van szó, hogy annak a 8-10 ezernek ez, ez, ezt nem mondanám el, vagy nem csinálnám meg, de hogy lehet, hogy az mondjuk egy 15-20 munkaóra lenne mm. ezt így összerakni szépen. Egyébként, ugye 8-10 embernél egy kicsit most így, így bejött a fejembe az, amit egyszer konkrétan, és nem azért nem mondom, hogy kitől hallottam, mert védeni akarom a személyazonosságát, hanem tényleg nem emlékszem. Tehát, ugye van az, amikor a, az ilyen rendezvényeken mindenki mond mindent, és akkor az elhangzott marad meg a fejemben. De így mostanában volt talán, talán a legutolsó pléte nem tudom, amikor amikor valakitől azt hallottam, hogy, hogy ja, hát az IMI. Az hasba szúrta magát azzal, hogy most ízeje, izé, most ő teljesen átállt erre a beszélgetős dologra, hát látszik, hogy a kutya se nézi. És bár látszik, hogy ez így ebben a formában nem igaz, csak szelektálódott a közönség, hiszen, hiszen más a cél közönség eleve. Figyelj, ez visszatérő elem. Ez a ö, szégyeld magad, szégyeld magad, inkább zárd be a csatornát, nem néz senki, milyen szánalmas, hogy 1500, jobb esetben 2000 embert érdekel az, amit csinálsz, és így Esküszöm, az első gondolatom az volt, hogy ha most azt az 1500-2000 embert ebbe a lakásba valahogy bekéne hozni, mm, igen. az nem menne. Tehát, hogy... Az milyen sok az ember. Pontosan 1500-2000-rel több, mint aki nélküled nem nézné ezeket igen, a dolgokat, igen. és nem nézne ilyen tartalmakat, vagy más nézne, ami esetleg nem ezt adna. De egyébként neked ez mennyire volt? Mert ez eleve nem tudom, hogy ez mennyire kényes téma, de ugye annak idején volt az, hogy ti csináltátok ketten a game uh -huh. irodát, aztán egyszer már csak nem csináltátok ketten a game de irodát. Tök kultúráltan és tök csendben ez, ez elment egymástól két irányba, és akkor hirtelen jött az, hogy akkor ha nem is teljesen off a játék, mert azért látom, hogy az... Twitch-en Twitch, a Twitch éjjel az nappal játszom. Az, 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 megy, viszont, viszont itt, itt teljesen ráálltál arra, hogy, 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 hogy beszélgetős, és ez így közben jött, hogy lefáradtam fáradtam én abba, hogy és sokkal jobban szeretek beszélgetni, vagy bármilyen tudatos volt mögötte? Hát annyi tudatos volt, hogy kedves ismerősök bíztattak, hogy ha már úgyis egy ideje egyedül vagyok, akkor miért nem csinálok valamit, ami saját? Uh -huh. És azért a, a Game day t is ezerrel toltam, amíg volt. Uh -huh. Tehát, hogy nagyon sokat dolgoztam rajta, és úgy volt vele, hogy oké, okay, oké, okay, de mit? Mert hogy ez biztos, tudod, nagyon furcsán hangzik annak, aki nem ezt csinálja, vagy nem ilyen mennyiségben, de ennyi játéktól ki lehet égni. És, és nem, is, nem is az a legnagyobb kérdés, hogy, hogy most mit csináljak, hanem az, hogy amit eddig csináltam, és már nem élvezem, azt kimerem-e mondani, meg merek -e egyet lépni előre, hogy több mint száz kritikát csináltam, azt hiszem. Uh -huh. ez, ez nem arcolás, ez tény és való, az kritikán meg van írva, fönn van Google Drive-ba, ki lehetne adni könyvbe, kit érdekel. Nem adom, csak mondom poénból, hogy valami szerintem egy 300 oldalas könyv kijönne uh -huh. belőle. És hogy, és hogy tudod, amikor, amikor az van, hogy egy játékot ki kell játszani 20, 40, 60, 80 óra alatt, és nem a megjelenés napján tudod megcsinálni a kritikát, akkor egy senki vagy. Igen. Nem tudsz belehelyezkedni, nem lehet úgy egy játékot kritizálni, szerintem, ha nem helyezkedsz bele. De ezt nem is értem, hogy mostanában hogy van ennyi idő, most viszont, aki meg e, 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 még csak nem is speedrunban, hanem azt látom, hogy kijön a játék, és két napon belül ott van a végigjátszottam kritika, látom a vége bossfightot, tényleg megcsinálta ilyenek. E, e, és tudom, hogy ez, ez, kicsit olyan, hogy ez, hogy, 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 ez a bezeg az én időmben, meg ilyesmi, de nagyon fura, hogy hogy lett ennyi ideje az embereknek. Nem neztem. tudom. Vagy nagyon profik. Lehet, hogy én vagyok béna, és bizonyos játékok. Megint jött az impostor szintén. Nem jó. tudok játszani jól, de hogy... <laughs> Megbukta játékból. De, hogy, de a Death én úgy játszom, hogy én molyolok. De az a játék az arról szól. Az arról szól. Az teljesen arról szól. És ezt nem fogok végig rohanni, csak azért, hogy lássam a sztorit. Tehát, hogy ebben a fajta ilyen, ilyen nagyon fogyasztói, ö, nem tudom, magatartásban én nem tudok részt venni. Ez a most jött ki a sorozat, ma, tíz részes, ma mind a tíz részt meg fogom nézni. Az egyik kedvenc sorozatom, tök vártam, hogy megjöjjön a záró évad, a Men in the High Castle, Amazon Prime Igen. Ö, videó. Ugye szerintem ebben az országban én azon négy-öt ember között vagyok, akinek van Amazon Prime videó előfizetése, ezen szoktunk rögni a barátokkal, és nagyon vártam, és az első részt tudtam eddig félig megnézni, úgyhogy valami októberre vagy novemberbe jött ki. És nem ne. daráltam le. Én ö, csak, a, csak, az én tud miatt tudtam ezt nézni. Nálam van Amazon Prime, de mondjuk hál' Istennek egy kicsit normálisabban elérhető, ugye egy határral kiírt. Igen. És, és ahogy kijött, akkor én ezt tökéletesen tudtam, hogy akkor ezt most szépen minden éjszaka egy epizód akkor, amikor már minden más elengedek, és akkor arra koncentrálok. Én ezt ilyen jutalmazásnak szoktam használni. Ah, pontosan. Jó volt a mai nap, ügyes voltam, mit tudom, hogy megcsináltam a melóimat, e-maileket megírtam, beszélgetést fölvettem, nem tudom. Ezzel azzal találkoztam, jó kedvem, hopp, egy jutalom rész. Uh -huh. És akkor így azzal be lehet fejezni a napot. De hogy ez az, hogy tudod, kijön valakinek az új albuma, és akkor így belehallgat valaki az első számba a 30 mert a másodperc után kattint. Tehát, és ne, és ugyanez a játékok is. Emberek, és ez a játékok is, hogy, hogy most tényleg, mit tudom én, bekérsz egy játékot, mint, mint youtuber, és akkor mert játszottam el, fél órát nem érdekel. Én eleve azért szoktam kevés játékot bekérni, mert hála Istennek, köszönöm szépen az összes nagyon kedves forgalmazót a mai napig, tök jó viszonyban vagyok velük, nagyon jó fejek, tudják, hogy ha én valamit kérek, azt azért kérem, mert nagyon érdekel, és akarok vele foglalkozni. Igen, és akkor azzal így eljátszogatunk. Mm -hmm. De a, mondom, a Death stranding úgy van, édes Isten, nem tudom hány órám, hogy a chapter 3 vagyok még mindig, mert farmolok. Jó, viszont ezek szerint, ha nagyon nem jön be az élet, és el kell menned futárnak, vagy postásnak. Ja, tudom már, hogy kell csinálni. Akkor, akkor teljesen igen, simán, igen. legfeljebb magadra kötözöl egy babát. Na és akkor figyelj, visszatérve az origi kérdésre, hogy hogy az, hogy most már hetente kijön két-három játék, mert nekem az is tarthatatlan volt már a végén, amikor csak heti egy, vagy két hetente egy olyan játék jött ki, amivel tudtam, hogy ú, uh -huh. ebbe azért bele kell ugrani. Egy erős fejest. És akkor utána tudod elmondani ö, azt, hogy ez most ha, ha tetszett, miért tetszett, uh -huh. ha nem tetszett, mi nem tetszett benne, és hogy ugye soha nem pontoztunk a gémdéjén. Uh -huh. Mert most mihez képest pontozol? Az mindig egy szubjektív dolog, tehát szerintem, Igen. és sokaknak hiányzik közben a tudom, pontozás. Tudom. De engem mindig sokkal jobban érdekel inkább az a fajta pro és kontra, ami viszont kijön egy ilyen, egy ilyen kritikából, tehát mert tökéletes, tehát én is belehelyezkedem mindig egy játékba, vagy egyébként filmbe is, tehát ugyan, sőt, zene, van mindenbe, tehát a, valahogy ez nekem kívülről sosem megy, nekem a játék is lírai műfaj, <laughs> és, és, éppen ezért kurvára az érdekel, akarom mondani nagyon, hogy, hogy valaki, aki szintén benne van, ő hogy érezte magát benne? Uh -huh. És ezt nem fogja egy pontszám visszaadni. Pontosan, és hogy érted? Általában az van, hogy kijött ott a review, görget, 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 görget hány pont. De azt meg se nézi, hogy mi hogy, meg, meg miért. Hogy miért hány Meg pont. miért hány pont. Mert, mert, igen. mert az, tehát ez, ez ugyanaz, mint amikor a zenére azt mondják, hogy szar. Bocsánat, akkor az nem érdekel. Ha valaki azt mondja, hogy hogy miért, akkor azt, azt meghallgatom, mert az már egy véleményből lehet. Igen, hallom. igen, igen. Igen, igen. És egyébként, tehát megint csak ugye most szóba jött az, hogy YouTube, és akkor Twitch, és játszol, és egyébként hasonlók, és például, hogyha valaki azt mondja, hogy ja, ezek a mai gyerekek megtehetik azt, hogy a YouTube-ra, meg ilyen helyekre videózgatnak, és ebből élnek, ezt ez szerintem, szerintem érdemes tisztázni, hogy ez, hogy ez rohadtul nem csak arról szól, hogy bekapcsolunk egy kamerát is ja nem, az hát megy. például... Tehát, hogy hogy az én nagyjából tudom, hogy te végig hol fizikailag, hol szellemileg rohanod a napodat mindegyiket és, és pöröksz meg minden, de de szerintem ezt nyugodtan föl lehet egy kicsit homályosítani az embereket. Nem azért, hogy... Tehát ez nem a, nem a youtuber sajnáltató rész, uh -huh. hanem egyszerűen csak az, hogy szerintem rohadt sokan nincsenek tisztában azzal, hogy egyrészt ez a, ez a munka is olyan, hogy nem csak Ebből élsz, sőt, főleg, hogy sőt, te, főle te bizonyos nem, igen. dolgokat kamera előtt csinálsz. De például akkor akkor hogyan? mit csinálsz? Mi, 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 az, a, mi az a rész, amit nem látnak, kivéve a reggeli pisilést, kakilást és ami bizonyára megvan, de ez... Hogy ez, ugye meg. engem szoktak hívni szerencsére műsort vezetni, Kerek, ja, de. Kerekasztal beszélgetést moderálni, vezetni, kerekasztal beszélgetésbe részt venni, akkor akkor mondjuk kreatív munkára kitalálni valami kampányt mm. esetleg, vagy leforgatni valamit, vagy mint műsorvezető külsős projektbe elmenni, vagy... Hát minden ilyen filmes, filmes tévés feladat, vagy volt ugye, amit a szívemnek nagyon kedves volt, amikor mint színész hívtak el, ugye a, a nagyon régi t systems kampányban, az kettő éve volt, vagy mikor. Uh -huh. És akkor hát mondták, hogy YouTube stílusba kell, de hát kell tudni nyilván játszani, uh -huh. mert hogy megvan írva a skript, megvan uh -huh. írva a szöveg. Tehát el kell játszani, de közben ismerni is kell azt, hogy hogy néz ki egy ilyen videó, és azokat a dolgokat csinálni, és úgy gesztikulálni, és olyan dolgokat beletenni. Tehát, hogy én mindent csinálok, meg közben semmit. Nem tudom. És az, amikor tehát ugye az, aki mondjuk dolgozik egy irodában, és bemegy kilenckor, és hazajön ötkor, és azért tudja, hogy ha ott megcsinálja a dolgot, azért jár X uh -huh. hungáriai... Vezeta. Igen. Ez nem ilyen. Ez, ez, nem ez, ez borzalmasan adhok. Egyrészt az, hogy mikor mi jön, másrészt meg a majd mikor fizetnek ki. Na, inkább az, ez hogy amikor mikor fizetik ki, az figyelj. Ö, ez mennyire stresszel. Ez, ez akkor stresszel, ha már azért tényleg a tartalékból kell élni. Ami azért nem jó érzés, mert hogy van X projekted, ledolgoztad, számlák le vannak adva, az adóbe van fizetve minden, és akkor így a fizeted a telefontalbérletet saját, nem tudom mit. Néha veszel magadnak egy szakadt pólót. Igen, pontosan, ö, és akkor közben tudod, hogy amúgy lenne ennyi pénzem, elvileg már a számlámon kéne legyen, de nincs, és akkor, ja hát azt nem is tudják szerintem a, a nézők azért sokan, hogy, hogy ugye a 30 napos fizetési határidő az mintha egy hónapba dolgoznál, az, az áldás lenne. De azért vannak itt 30, 60, meg 90 napos fizetési Erről, határidők. Erről, amikor beszéltünk, amikor valaki a 90 napos határidőt fejelte még meg hatalmulag egy olyan jó... Hát amikor 210 napja le van járva a 90 napos tehát, hogy Ugyanarról beszélünk. Igen, is tehát, hogy te ilyenkor és... tudod így, szerintem te is nézd be a kamerába, és én is. Jó, oké. Okay. Tehát amikor tehát mindenki akkor most, most így adja össze matekba, hogy a 90 napos számla van lejárva 210 napja. Tehát, hogy csináltál egy munkát, leadtad a számlát, hogy azt majd három hónap múlva kifizetik, amihez azért nem sokan vannak így hozzászokva, uh -huh. hogy hogy ja, én most dolgoztam, és majd három hónap. Ja, három hónap, de majd ez beáll. Aha, jó. Ha mindenki kifizetni akkor a számlát, amikor a számla lejár, akkor tényleg beállna. Csak akkor adjunk hozzá még a 90 naphoz plusz 210, és akkor azóta nincs nálad a pénzed. És te meg nem tudod azt mondani a gázszámlásnak, meg a Igen. telefonszámlásnak, hogy majd, majd te 90 is nap múlva fizette ki. Nem, az első három év, amikor ezt szoktam mondani, amikor az ember elmegy szabad úszni, vagy így vállalkozni, akkor mindent is el kell vállalni, és az első három év az ilyen abszolút halál. Arra rám egy párkapcsolat, tapasztalatból beszélek. Arra, 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 rá, arra rámennek ö, bizonyos barátságok is, uh -huh. vagy azért, mert mondjuk ö, nem jó volt együtt dolgozni, vagy azért, mert egyszerűen nem tudsz rájuk se annyi időt nem szakítani. Vagy Igen, fejben, pontosan. Vagy testben vagyis. Igen. Tehát, hogy amikor bejön az a, az a munka, hogy úgy van ez a Winchester tele nyersanyaggal, és akkor meg kéne vágni, este hatkor meg kéne vágni holnap reggel kilencre. Igen. És amikor, akkor mondod, hogy mert hogy Tök jó lenne a, a, az a meló, de hogy hát annyit nem fizet, hogy, hogy megvágjad holnap reggel kilencre, mert meghalsz, és mondod, hogy fú, ezt csak akkor tudnám megcsinálni, hogyha dupla ár. Jó, csak legyen meg, és akkor... akkor nem nem, nem. Mondtam. Én nem ezért mondtam, de akkor jó, és akkor nem fekszel le. Igen. Tehát, hogy vannak, tehát az ilyen médiakörökben tényleg az van, hogy nincs vége a munkának, és igazából ugye a game day vége felé is, meg itt is szoktam néha azt a fajta ilyen, nem tudom, nagyon rossz hangulatot érezni, amikor adminisztrálni kell, nem szeretem a munka, de ugyanannál az asztalnál, meg gépnél, meg mindennél csinálod, ahol egyébként ezeket a beszélgetéseket is, vagy amikor streamelek, és ez a munka, meg a lakás annyira össze van forva, hogy úgy vagy itthon, hogy nem tudod magad igazából jól érezni, meg elengedni, mert ott van, hogy Ajjá. tudom, hogy van egy e-mail, amit elfelejtettem megválaszolni 11-kor délelőtt, és most délután negyed négy van, de amúgy már tök mindegy, hogy odaére vagy nem, de azért megírhatnám, mert itt van előttem. Nem lehet otthon hagyni, mert Figyelj, otthon a... van. Tehát nálam is teljesen, én, fú, nem tudom, körülbelül most már tíz éve home és ugyanez van, hogy, hogy az emberek, amikor ezt először meghallják, azt mondják, hogy hogy megkora oh, mekkora jó, hát tud nagyon jó tutsz, lenni. Tudsz egyszer tökbe dolgozni, igen. igen. nem is mondom, hogy sose fordult még elő, mert hazudnék. Üh, viszont ahogy ezt annak idején nagyon jól megfogalmazták, a home pont az a baja, hogy sose mehetsz onnan haza. Igen. Mert bár otthon vagy, de nem. Mert ott van tényleg az a... a az a most tükrűjön az egy csábítás, de az, hogy Bennem legalábbis az van, de, de ezek alapján benned is azt látom, hogy. De le, most nem ezzel kéne foglalkozni, de ha megcsinálom, akkor tök jó lesz, mert akkor hamarabb készen vagyok vele, csak aztán ugye azt felejtél az ember, hogy utána sorban áll a követ. Igen, 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 és sosincs vége, és mindig lehetne valamit csinálni, és hogy, ö, lehet, és nagyon, nagyon ilyen, tudod, ilyen, nem tudom, hogy hívják ezt, milyen generáció van, ez most. Na. Most Zé, vagy mit tudom hogy XYZ valami, nem akarok Szerintem Z van, mert annál későbbi Z Meg hogy, de tudod, ez egy ilyen nagyon hipster dolog, mert minek jársz ennyit kávézóba, meg izé, azért, mert elmegyek egy kávézóba, kikérek mondjuk egy specialty kávét, amit amúgy is szeretek, az a luxusom, és ott vagyok azzal az egy kávéval másfél órán keresztül, és a másfél óra alatt a laptopommal többet dolgozom, mint mikor itthon vagyok, és ülök a gép előtt mondjuk négy kötőjel hat óra hosszát, mert ez a, hú, meg kéne írni ezt az e-mailt, ami mondjuk nem biztos, hogy annyira kellemes. És nem lehet, egy... meg az agyad egyszerűen, nincs az a motiváció. De vagy. nem is csak az, hogy nincs az a motiváció, hanem tudod, ez a kedvencem, tehát ha mondjuk meg kell írni egy kellemetlen e-mailt, és akkor most a kellemetlen e-mailek közé vegyük azt, hogy nem fizettetek. 140 napja, tehát amikor, amikor könyöröksz a... Igen, és te kérsz, te kérsz elnézést. Bocsánat, hogy megint emiatt írok, Igen, de. és akkor tudod, hogy meg kell írni, meg kéne, de itthon vagy, és Fú, elmosogatok, amit gyűlölök, de majd inkább elmosogatok. És tudod, és így nem haladsz, és nem, nem tudsz egyről kettőre lépni. Igen, ez az, az nagyon jó, mert akkor tiszta edények között tudsz éhen halni. Igen, ez igen. igen. ez van. szó szóval legalább, hát... nem koszolod össze megint, mert hát nincs mit belerakni. Igen. So easy. A másik, meg hogy azért szoktam általában reggeliket kérni, reggeli találkozókat, ismerősöktől, mert én nagyon sokat keltem korán, mm. még gimibe jártam. Nulladik hogy... órák. Nem az, hát én ha bajára, Tataházáról bajára jártam gimibe, az 30 km, és én 5.40-kor keltem, 6.20-as busszal mentem be bajára, hétre bent voltam, 7.15-től nulladik óra, vagy matek szakkör, vagy mit tudom én, aztán este haza a 30 km buszozást, tettem, én hat éven keresztül, mert hatosztályosban jártam, én napi 60 kilométert buszoztam iskolaidőben. időben. Ah, tehát, hogy azért nem nagyon szeretek most már korán kelni, ja, meg amikor szőlőt kellett kapálni. Tehát amikor minden gyerek szombat, vasárnap addig alszik, amíg akar, de mi ötkor kelünk és megyünk kapálni a szőlőbe, az valahogy nem olyan nyira szimpatikus. De hogy <kül> van a másik vélet, amikor mondjuk nincs motivációd, Igen. és nem kelnél föl. Mert amúgy szabadúszó vagy, és lehet, hogy előző este 11ig dolgoztál, de azért nem lenne baj elkezdeni a napot. De hát nem veszed rá magaddal, magadat semmivel, úgyhogy én például azt szoktam, hogy találkozzunk reggel. Uh -huh kilenckor, vagy nyolckor, és akkor a reggelire megyek, akkor már tudom, hogy fölkelek, mindig az az első gondolatom, hogy baszki, ez tegnap még azért jobb ötletnek tűnt, de amikor aznap van, és megvan a találkozó, akkor egy jobban indul a nap, mert lehet, hogy csak egy baráti találkozó fél órában, egy, egy órában, de lehet, hogy munka megbeszélés. De már fölpörget. Fölpörget, fölkeltem, elkezdtem a napomat, és ma is csináltam már valami értelmes dolgot is. És egyébként ha már, mert most a, a számla részét azt, azt kibeszéltük, nem fizet senki. Uh -huh. Viszont ugye a, a freelancerségben benne van az is, hogy úgymond nem tartozol sehova, tehát egy picit abban kell bíznod, hogy az eddigi munkák és kapcsolatok azok átdobnak a következőre. Uh -huh. És ez neked, ez neked hogy megy? Te mennyire tudod így eladni magad, vagy mennyire tudod azt a részét megcsinálni a dolognak, hogy és egyébként, hogy tetszett a munka, akkor majd ezért gondolj rám a következő, hogy ilyesmi, ez mennyire, mennyire kellemetlen nem, 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 vagyok jó ebben, de most csináltam ilyet. Most csináltam ilyet. Ö, nem akarok konkrét példát mondani, de például nagyon megköszöntem egy felkérést, mert jaj, de egyébként milyen rég találkoztunk, meg milyen rég, és amúgy csináltam ezeket a másik dolgokat, de most ott elég nagy a csönd, úgyhogy esetleg, ha Nálatok van még hasonló. Most is milyen jó volt együtt dolgozni. Ők meg voltak elégedve velem. Én nagyon szerettem azt a munkát, egy win-win, és egy próbáltam. Ez lehet, hogy nagyon nem tudom, milyen önző dolog, de azért próbáltam ráerősíteni arra, hogy itt van valaki, aki amúgy ti szerettek, meg így ismerjük is egymást. Két értelmes mondatot magyarul el tud mondani egymás után nagy közönség előtt. Legyen az nyilvános rendezvény, vagy belsős rendezvény. És hogy ez egy win-win szituáció. Mert én azt vettem észre az utóbbi időben, hogy ez egy nagyon fura dolog, hogy elmész, megbeszéled a munka részleteit, leülsz, a, akárki legyen a, a megbízó tényleg, mm. leülsz, egyeztettek, ilyen hozban erről beszélni, küldünk hozzá egy PPT-t, abban benne lesznek az adatok, stb. Izé, izé. Utána ezt kell felkonferálni, ezután ezt, külföldi, úgyhogy vele angolul, ha tudnál, két mondat. Persze, oké, okay, jó. És utána vége, és megkérni a a, mit tudom, a munkatársakat, vagy ott a belsősöket, vagy a nem tudom, akik nézők, hogy akkor most ezt, meg ezt, meg ezt lehet csinálni, jöjjenek, blablabla. Tehát ezt végig elmondják, én egy nappal előtte nyilván már más stresszbe vagyok, hogy jó lesz de hát egy-két nappal, három nappal előtte már készülsz, megtanulom a dolgokat fejből, minél kevesebbet kelljen belenézni a papírba, uh -huh. stb., és aztán így megcsinálod azt, amit kértek, és mindenki el van ájulva, hogy megcsinálta azt, amit kértünk. Igen, ez mostanában nem, és én nem olyan nagyon egyértelmű. Esküszöm, Bézi, így fogom Igen. a fejemet, hogy, hogy ennek örülünk, hogy az meg van csinálva, amire fel vagy kérve. Igen, a mostanában én beleestem olyan, vagy műsorvezetés kapcsán, mostanában az egy, mit tudom, egy év felé, év, vagy nem tudom, ahol fölkértek egy műsorvezetésre egy celebet, az előzőre, és megcsinálta a celeb, és, és aztán azt mondták, hogy ez ez, hát akkor ez ezek szerint ilyen, hogy, hogy ők hát nagy nevek, meg minden, de gyakorlatilag mindent a fülébe kellett súgni, és irányba kellett állítani, meg minden. A következő évben hát megkérték a nem celebet, hanem hát ezt a bézét, és nagyon elcsodálkoztak, hogy nem kellett semmit mondani. És hogy ezek a dolgok mennek. Szóval éppen ezért mostanában, te, te egyébként mennyire látod, téged mennyire ütnek ki néha az ilyen jellegű munkából? Ez kifejezetten az, amire néha megszokták hívni a vvs t a bb t és a nem tudom mik vannak most ilyen különböző betű konfigurációk. Ez, ez, ez okoz neked kiesést, amikor egyszer azt mondják, hogy Tudom, hogy ezt eddig te csináltad hogy ez a te profilod, de a, a de a srácok jobban örülnek a VVX-nek ezek az infók egyszerűen nem jutnak el, mert csak azt veszem észre, hogy ja nem engem hívtak mondjuk, de onnantól meg ezt elengedem. Úgy vagyok vele, hogy, nincs annak, az azt, hogy nincs, akkor... nem, annak volt oka, annak azt, tehát mindent valamivel meg lehet magyarázni, ö, annak volt oka, és ö, fú, ez, ezt azért nagyon régóta kondicionálom magam erre, tudod, hogy tehát attól, hogy én elkezdem magam rosszul érezni valami miatt, attól nem lesz jobb de senki másnak se, és anyukám mondata, de ez biztos valami ilyen gandhi butha, nem tudom mi, és ez nagyon rég mondta, úristen, 10-15 évvel ezelőtt valami, valamilyen ilyen rosszabb dolog kapcsán, nem tudom, volt valami családi történés, vagy ilyesmi, de lehet csak egy sima életszitu volt, és mondta, hogy kisfiam, amit nem, kell, nem tudunk változtatni, azon hiába próbálunk meg, hát ha nem tudsz rajta változtatni, de meg azon görcsölsz, az nem visz előre. Semmi értelme nincsen, és akkor ilyen racionálisan, tudod, ez a valamire, nem, nem, kéne e valamire nem engem kértek föl, pont. Most attól, hogy én szólok nekik, vagy, vagy mit tudom, én csinálok egy, egy videót arról, hogy már pedig nem tudom erre meg erre miért nem én, hogy kit érdekel. Ezek a reakcióvideók, ezek egyébként is <gül> <gül> ilyen nagyon na nagyon ilyen cringy dolgok, és ezek vannak, ezek folyamatosan vannak. vannak sose volt még, hogy ilyen hogy be, beleestél? Hogy nem. Ezt szerintem az a bajuk velem, hogy én nem reagálok semmi ilyenre. Tegnap vagy tegnap előtt valaki följött Twitchre, hogy jaj, az XY azt mondta, hogy, mert hogy se te nem vagy tényező, se a izé haverod már nem tényező, amúgy se néz titeket senki, Azért jön föl, hogy így megkavarja a kis lelkét. De nem, emberben, nem, ő, nem, ő, ő, ő árulkodni jött föl, hogy hát, hogy hallottam-e, és Jaj, hogy válaszoljak az... már. És hogy ezt csak olvastam, de nem válaszoltam, hanem, mert az én nézőim, meg pontosan tudják, hogy ja, hát én ilyenekben nem megyek bele. Egy, nem hallottam. Hmm. Kettő, ezt mondta, hogy nem vagyok tényező, hát ezt gondolja, én mást gondolok magamról. Igen, valószínűleg az ő véleményet nem fogod megváltoztatni. És az az, hogy azt mondod, hogy de nem. Igen, az ő véleményét nem fogom, és hogy nem is akarom. De ez a, tudod, ez a. És bocsánat, szerintem ez az egó kérdés, hogy uh -huh. én mondok valamit, na arra most te válaszoljál. De miért? Hát mondott valamit, neki az a véleménye, én mondok mást, nekem ez a véleményem, és most véleményekről uh -huh, beszélünk. Persze mert tényeken lehet vitatkozni. Annyian összekeverik, tehát, hogy Igen. Ez, és szerintem ez, ez, ez az egyik ilyen nagyon érdekes <höhem> problémakör szerintem, hogy bármilyen internetes nem tudom, te mennyire utálod az influencer szót, de most az akkor is Gyűlölöm. itt van. Hogy, hogy Hogy nagyon sokan azt, tehát igenis úgy nézik az influencereket, hogy az ő véleményük az már egyfajta ilyen ex dolog. És ezt is várják el, hogy, hogy te viszont legyél ennek tudatában, hogy amit te mondasz, az az igazság. Te ne kételkedjél magadban, neked ne az a dolgod. És, 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 én azt látom egyébként a te videóid alatt is néhány hozzászólásban, hogy de én hát hogy lehet az, hogy... És belekötnek abba, amit te mondtál, mert hogy hát... Én nem tudom, én ehhez már fáradt vagyok, meg öreg. <laughs> Ne? Jaj, majd te is kilenc. és akkor de nem ilyenkor edike. jön az, hogy olyan elefántcsont toronyból ugat lefelé, nem hajlandó szóba állni. Na most miért? Valakinek van egy prekoncepciója uh, arról, hogy, hogy, én szararc vagyok, de szíve joga. neki nem kell nézni azt, amit én csinálok, de. engem nem érdekel az, amit ő csinál, él attól. Nem. Tudod, ez az, amikor ezt így kimondod, ez így sok ember, és egyszerűen komolyan mondom, biztos rosszul érint, hogy amikor így van volt, hogy belementem ilyenekbe, hogy merő most leiratkozik. Mondom, iratkozzál le, nem fogsz hiányozni. És megsértődik azon, hogy nem fog ide hiányozni, amikor ez egy teljesen normális dolog, hogy csinálok egy A dolgot, ő B-t vár, nem találkozik a kettő, és ő kijelenti, hogy már pedig ő nem lesz néző, és én erre azt merem mondani, hogy. Persze, mert jó, ő, egy, hát. ő egy olyan előzetes elvárással indul neki annak, hogy ő ezt mondta, hogy te hirtelen mondjad azt, hogy jaj, akkor te még akkor is inkább, Igen, fogok Inkább még várja, várja, igen. nem tetszik, akkor majd azt csinálom, amit te akarsz. Egyébként ez ez van annyira flexibilis, hogy az egész élet kb, hogy tulajdonképpen hogy te most ilyen sok mindenkinek vagy a kereszt tüzében nem uh -huh. tudom azt jobban megfogalmazni, mert, mert munka szempontjából is x darab megbízó, hol az egyik keres, hol a másik, remélem keres majd megint STB, akkor a nézőket ugye folyamatosan zsonglókodni azzal, hogy az én dolgomat csinálom, de mégis tartsam meg őket, és a többi, azért ez valahol mindig egy ilyen edgyi dolog, uh -huh. nem? Tehát, hogy, hogy, hogy valahogy így el tudsz bármikor úgy engedni, hogy most bármi történik, most van, ahogy van. Ú, uh, vannak ilyenek, néha. Vannak ilyenek. <laughs> néha. 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 De az, az, az a legegyszerűbb dolgokra kell ö, gondolni. Egy nagyon jó baráti beszélgetés, mit tudom, elmegyünk sörözni, és azokkal a barátaimmal, akikkel rendszeresen mondjuk. És így azt érzem az est végén, hogy azt ez de jó nap volt. Most nem érdekel semmi. Mm. Vagy, mit tudom, elmegyek egy rohadt jó koncertre. És akkor olyan dolgot látok zeneileg, hogy ez az olyan dolgot látok, nem azt, hogy én mennyire tudok bármin is, mert már biztos nem tudok két akkordot egymás után normálisan leütni zongorán, de azért tíz évet zongoráztam, tehát azért fogalmam erősen van arról, hogy mi történik. És akkor tudod, azt szokott lenni, hogy amikor olyat hallok, hogy tudom, hogy ezt nem tudnám megcsinálni, és nem technikailag, hanem. Az az akkord körbaszki, uh -huh. vagy az, hogy van fölrakva, Igen. milyen fordításba, és a kis hetes, meg a kilencest azért, hogy belecsempész is, olyat hallok, az egy olyan fajta ilyen intellektuális kielégülés, hogy azt a ez de jó. És utána, hallod, volt -e egy ilyen koncerten, ma már semmi más nem érdekel. Tehát itt volt az egyik kedvenc billentyűsöm, az Anomali, aki egy kanadai uh -huh. ö, zongorista srác. Uh -huh. Neki vannak olyan felrakásban nótái, hogy összecsinálom magam. És, és van már, túrtam a netet ilyen tutoriál videókért egy-egy tarabját, és amikor így meglátom, hogy meglátom, hogy az hogy kéne, látom azt is, hogy ez ki is lehetne gyakorolni, ezt meg lehetne csinálni, de én nem megcsinálni akarom, hanem annak örülök, hogy ezt Igen. ő így tudja. Én megtanulni te tudnám. Te az észjárásának körül hogy amiből ez jött ki. Pontosan, és az egy ilyen csodálatos dolog. valami Pontosan, az, hogy most eljátszom valami. én, az, a, tehát az már úgy nem mozgat. És egyébként, ha már egyszer, tehát ugye konkrétan te vagy a beszélő ember, voltál per valamennyire fejbe vagy zenélő ember, vagy színjátszó ember, ö, annak idején a kis kisimi az milyen ember akart lenni. Úr volt volt az az űrhajós leszek, meg kukás? Persze, apukám még a mai napig emlegetik azt a storyt, hogy valamiért ö, a, a, a körzeti meghízott, valamiért, ö, én neki dicsekedtem, ott voltak anyujék is, hogy, hogy én, ha nagy leszek, akkor én majd motoros rendőr akarok lenni. Mondta, mondta a kis-kis-kisimi, mm -hmm. és mondták, hogy azért volt nagyon vicces a sztori, mert azért az a körzeti megbízott nem a legélesebb kés volt a fiogban, majd így rám förmett, hogy azért nem olyan könnyű az. Ez azóta szálló, igen, de hogy igen, én motoros rendőr akartam lenni ebbe, az a szépséghiba, hogy ahogy így fölnőttem, én az egész életemet végig bicikliztem, én imádok biciklizni, meg tudok is, nagyon-nagyon durva strapabírása van a combjaimnak, de hogy én motoron félek, tehát én soha nem szoktam motorozni, rájöttem, hogy félek a motoron. Aztán... De próbáltad, tehát a. Uh -huh. Tudod mi a vicces? Apukám fél a motoron, félt, szerintem tőle örököltem, hmm. én is. Anyukám meg a hugom, amit az 51-es Simpsonból ki lehetett tekerni, azt ők. Az 51-es az Persze. Istenem, az, azon tanultunk annak idején mi is. és és, és nem tudtuk, hogy, hogy, hogy 50 köpcentitől kell rendszám, tehát vettünk egyet, és nem mondom, hogy volt rendőr az ismerettségben, aki elintézte, hogy 49 a vizsgáztassák, és ne kelljen kell rendszám, de ez az egy érdekes játék volt, és négyen tanultunk azon az egy nagyon szép idők voltak. Igen, de hogy így a motoros rendőrség után nem nagyon emlékszem semmire hanem utána jött a gimi, mert átsúli, az így elment, mm. ugye én, én kézilabdáztam, azt nagyon szerettem, csak nagyon szar volt a térdem, az, az, tudott úgy fájni, hogy ez a visító fájdalom, uh -huh. és aztán az felnőtt koromba derült, ki, hogy valószínűleg egy gyerekkori kézlabdás sérülés után lett olyan bajom, ami miatt meg kellett uh -huh. műteni később a bal térdemet. Az meg már egy másik sztori, hogy azt hiszem három hetes frissen műtött térdel csináltam meg a Hippolyta Lakály premiért a Bajai Városi Színházban, ez egy kedvenc előadásunk volt valaha, csak hát annyi volt a szépség hiba, hogy így a, a, fásli, meg a térd merevítő, meg a minden a ruha alatt, hogy a koreográfiát azt azért meg lehessen csinálni. Az erős. És ilyen duplájáról volt dagadva az előadás után a, a, térdem, de hogy hát ezt imádtam. De hogy, tehát a kettő között... elviszi az adrenalin, gondolom, amíg ott vagy. Igen, igen. És utána hát ez, az... a De nem jen... érdekel. Fú, fú fáj. Most, most, viszont Nagyon szal... fáj, de nem érdekel, mert igen. hogy milyen jó, jó, lett az előadás. De hogy így a, a gimi alatt nyilván ez a, milyen faktra mész? Pff, hát matek, info, angol, francia. És akkor én négy faktos voltam, aztán majd jó lesz programozónak a gyerek, és a közgazdasági programozó matematikus szak Szegeden. Még uh -huh. Még ösztöndíjam is volt, az én ezzel szoktam dicsekedni, mert azért egy, egy akkori szegedi közgázprogmaton azért kellett valamit mutatni, hogy legyen ösztöndíjad, és én egy év után rájöttem, hogy én ezt nem szeretem. Mert hogy azt láttam magam előtt, hogy nem akarok egy pincében, egy sötét pincében, egy világító monitor előtt 8 órán keresztül így görnyedni, hogy valami programot létrehozzak, és azért ezt láttam magam előtt, mert volt egy óránk, ami uh -huh. konkrétan egy ilyen teremben volt, és tudod, ilyen PTSD-n volt ettől, hogy de ez a jövő, ez legyen, úristen, nem? És akkor nyilván jön az, hogy ezt így halkan így mondani a szülőknek, hogy hát ez így nem nem, nem pálya. És ezt úgy mondta, hogy nincs. volt már közben valami, vagy mert ugye más az, amikor tudod az ember azt mondja, hogy Rájöttem anyu, apu, hogy ezt annyira nem, de van egy olyan ötletem, hogy volt már ilyen. Bár ja bár nem, úton. hát én eleve nem ide akartam elsőnek jelentkezni, hanem ha a Színház és filmészeti Egyetemre. Ahova, mint tudjuk, az embert így... Ha, Persze, igen, de hát én oda akartam eleve jelentkezni érettségikor. Uh -huh. Csak hát így mondta kedves édesapám, hogy akkor majd ki is tagad, mert hogy oda nem lehet minek. Azok drogosok, azok semmire kellők... Oh azok koldusok mind, az nem munka. Mint... Zárójel. Zárójel, igen. <laughs> ez ugyanazért, meg ugye a lisztre akartam menni azzal, hogy hát kisfiam a zenéből nem lehet megélni, akkor én tök voltam háborodva. A zenéből nem lehet megélni. Na mindegy, de... <laughs> de, hogy, de hogy, ez volt, és akkor mi legyen helyette? És akkor közgázprogmat. És akkor... De, én akkor de mi úgy, jártam... hogy akkor, már, akkor két év meg volt ebből. Másfél. Másfél, ott, tehát hogy... a húsz éves környékén. Másfél, igen, de hogy de hogy az volt a vicc, hogy ugye én kezdtem diák a, harmadik Béla gimnázium baja színi stúdiója, ami közben meg már így bajai fiatalok színházává változott, mert hogy olyan jó és becsületes és szuper produkciókat sikerült nyilván semmi pénzből nullából összehozni, ami megtöltötte nem egyszer a Bajai Városi Színházat, aminek vaj, most meg fognak kölni az otthoniak, de hogy nem tudom, hogy 400 vagy 500 férőhelyes, de hogy azért még Budapesten is egy ilyen okés uh -huh. ö, nagyságnak ö, mondható, és nem egyszer tölti meg, vagy kétszer, és akkor rámondott, hogy jó, de anya, apa, meg a mama mind a kétszer Igen. elmentek, mindenki részéről is telelet, hanem jó darabok lettek. Én ott játszottam, emiatt akartam menni ö, érettségikor színműre, és akkor mondta ide édesapám, hogy de nem, Kommentem közgázprogmat, Oké, okay, csináltam, nem tetszett, de közben meg sikerült, bekerüljek a, a Szegedi Tudományegyetem, meg a Szegedi Nemzeti Színháznak a koprodukciójába is, mint, mint szöveges, igazából énekes szerep, mert én ugye musically játszottam mm -hmm. leginkább, és énekes szerepre oda is bekerültem, tehát így azért villoghatott volna, ott másoknak is, nem csak nekem, hogy lehet, hogy én ezt szeretem csinálni. És akkor én úgy hagytam ott a, a közgázprogmatot, hogy azt csak úgy bejelentettem, hogy nem, közgázprogmat. Hát de akkor mi? És akkor már éreztem, a jó, hát, hát ha most nem mehetek a színműre, akkor igazából kéne valami, valami média, vagy valami hasonló, de én akartam menni a színműre, és akkor anyukám följött az ötlettel, hogy akkor mi lenne, ha Kaposvárra mennél, mert Kaposváron is van színészképzés. És akkor na, Gergely színház. Igen, és hogy ő Kaposváron is van, és akkor mi lenne, ha odaadnád be. Ezt meghallotta kedves édesapám, hogy még egyszer elmondta azt, hogy akkor igazából most világgal lehet menni, mert hogy itt aztán semmi támogatás, és hogy meg ne próbáljak elmenni. Tehát akkor nem odaadtam be megint. Volt, a, sem. volt az óvatos ez a ilyen éreztetés. Igen. igen. Nem, nem akarod oda beadni. Nem, akar, nem akarsz <laughs> oda menni. Nem igen. ezeket a színházakat keres. Pontosan, ez a költözzel otthonról vagy, nem tudom mi, és akkor beadtam, akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor valami média, legalább valami média. És akkor Szeged sportriporter, sportújságíró, ami csak egy ilyen két éves felsőfokú szakképzés. Mm -hmm. Majd azzal pározamosan andragógia, tehát büfé, ruhatár, bocsánat, tehát a régi művelődés szervező, de andragógia igen. is, mert tudtam, hogy annak... Az jó hangzik, az, az jobban hangzik. Annak van média szakiránya, igen, és akkor tudtam, hogy hát akkor legalább erre a média szakirányra majd tök jó lenne elmenni. De hát közben meg azt éreztem, hogy... Ja, visszajártam Bajára a színházba, akkor játszottam végig, de közben azt éreztem, hogy hát én meg fogok őrülni. Nekem az abszolút kedvenc városom, legszebb város Magyarország az nekem Szeged, imádom, de azt éreztem, hogy de én valamit, valami nagyobbat akarnék csinálni, hát azt nem Szegeden lehet, mert hogy ez a csodálatos ország csak egyetlen egy várost ismer magán én. belül, amit úgy hívnak, hogy Budapest, és ami nem itt történik, az nincsen. Én és Pedig emiatt... tényleg azt gondolom az ember, hogy Szeged, tehát azért, ö, azért az egy az a jobban menő városok között igen, van. Igen, gyönyörű, és ha élni kéne valahol, én csak ott élnék. Igen, nagyon Sokszor vagyok ott, van, vannak nagyon jó barátaim ott, meg ottani zenekarok, meg minden, nagyon szeretem, és ugyanezt mondják ők is, hogy első látásra tök jó, és kulturált, és gyönyörű, és minden oké, okay, de egyszerűen egy idő után az ember azt érzi, hogy ketrecben van. Igen, de ezt szerintem el lehet mondani, én nem akarok mások helyet beszélni, ezt, Pécsről is el lehet mondani, ezt Debrecenről is el lehet mondani. De nagyon ez nagyon fejnek ez Magyarország. Igen, persze hogy, mert a végén minden egyes településen azt fogod érezni, hogy tök jó, amit itt, itt van, tök jó, amit itt csinálunk, de ha ez Budapesten lenne, akkor lehetne is vele még több dolgot kezdeni. Én ezt hallottam is konkrétan, amikor volt olyan, hogy, 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 valaki valahol jó volt így, így vidéken, de annyira jó vagy, hogy neked Budapesten kéne lenne Tehát, hogy Igen, ez már, már benne van az, hogy, hogy, ha, ha kinősz minket, akkor menjél oda. Igen. De hogy közben meg zárójel, most egy utóbbi időben barátokkal csomót voltunk, utálom ezt a szót, vidéken, színházban, Miskolcon, meg Nyíregyen, meg majd megyünk Veszprémben, meg ö, már beszéltük, meg Kecskemét, olyan jó előadások vannak, és kb. ugyanazok a barátaink játszanak a színműről, akik amúgy itt is játszanának, ha itt lenne a darab, de nem itt van. Vidéken van, és tök jó darabok, és miért nem tud róla az ország többsége? Mert nem van. Nem Budapest, van. meg nincs tévében. Meg Ez nincs a másik. Tévében, igen. Tehát volt, ugye én is azért jártam, én, amíg tehát dráma tagozatra jártam a Vörösmarty gimnáziumban. És nekem is azért vannak színészek, dramaturgok, mindenféle színház körüli emberek a, a csapatban. És például, hát most már sajnos csak azt mondom, hogy volt olyan osztálytársnőm, aki ö, aki szinte a teljes karrierjét Békés Csabán csinálta meg, és, és zseniális volt. És ő, ő most halt meg szegénykém a karatündi, egy, ö, hát egy ilyen... Két évéber kóma után, vagy talán három is szegénykém, de, de. De, és egy konkrétan jászai díjas színésznő volt, és ennek ellenére, hogyha itt Pesten mondjuk az átlagszínházba járónak azt mondtad, hogy, akkor azt mondta, hogy ki. Tehát ennyire fura, hogy hogy van egy ilyen burok. Bar, burok, igen, és akkor aki abban benne van, az az látszik. Uh -huh. Na szóval, <clears throat> ugye másodszorra se helyette sportriporter, felsőfokú szakképzés, andragógia média szakirány. Azt, jött a sportriporter? Ezt, ezt az, annyira indult a nehezen, tudom. az, indult az indult keresztfél évben. És mondom, hát ez média, sportot szeretem, kézilabdáztam, gördeszkáztam még fénykoromban, focizni is, Labda, labdajátékokban jó vagyok, kivéve tenisz. Tehát, hogy azt én a labdajátékok, az az, jó, van ütő nálat, de hogy egyszerűen bármi sportot kipróbáltam eddig életemben, tudod így, 5-10 percet bemelegítkedsz, aztán valahogy megy. Voltam unoka öcsémmel, nem, unoka bátyám az Zoltán volt. Zoltán elvitt teniszezni, nagy teniszesek. Unoka bátyám, unoka öcsém, te sok, elvitt teniszezni, te csak egy első alkalommal. És én azzal az egy óra hosszán keresztül értem, belőle, először fogtam teniszütőt, de így nem tudtam a világomat. Nem tudtam úgy beleütni a, 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 a labdába, hogy ne csavarja ki, a, a labda, a teniszütőt a kezemből, mert én a pingponghoz vagyok szokva, ami csuklóból kell játszani, a teniszt meg karból. Igen, a, meg a másik, aki ugye a tollasozás után én hiszi meg a azt, másik, hogy, az, hogy az majd olyan igen. lesz. Na szóval ezért jött a sportriporter, aztán még egyszer elmondom, Andrógia Média. <hállt> szép szó. Igen. És ö, éreztem, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagyon rosszul vagyok. Ez volt 2000 és akkor majd mindjárt visszakövetik, hogy mikor hova jártam. De ez volt 2009. december 20-án csörgött a telefonom. És az egyik legjobb barátom, anyukája hívott azzal, hogy Imike, bajba vagyok, lelépett az asszisztensem, ruha nagykerről van szó, egy szuper márka, túra és hogy januártól Jönnek a nagy megrendelők, olyan kisebb helyek, mint mondjuk Mountex, meg a stb., és hogy nincs asszisztensem, hogy nincs kedved följönni, dolgozni. Uh -huh. És így ezt abban az állapotban hallgatom, hogy de fölmennék Pestre, mert ott kéne legyek valami, valahogy. Uh -huh. És mondtam, hogy ő, de. Na, ugye ez volt azt hiszem 20-án. És akkor, amikor ezt így 24-én, így, így halkon bejelentem, hogy ö, akkor én ö, 2010 január, nem tudom, másodikán megyek a kórházba, megműtik a bal térdemet, aztán, mit tudom én, ötödikén, hatodikán megyek föl Pestre dolgozni, de hát, te egyetemre jársz Szegedre, igen, de 23-án, vagy mikor, meg Hippolita a premiér, hogy akkor ez a januárom. Jaj, de szerintem apukám azért így ülve, ahogy ezt így végighallgattam, mert emlékszem, hogy tévézet ült, tévézet szerintem egy, egy halkabb agyvérzést azért így kihordott, vagy szívrohamot, és nem mondott semmit. Aztán én följöttem Pestre, közben megműtötték a térdemet, de lehet, hogy keverem az évet. Nem, én már, én már itt voltam, itt kellett szurizni magam Pesten, igen. Tudod, amikor a igen, műtét tudom, utána... a véralvadás gátlók. igen. igen. Uh, tehát már itt voltam. Mondja a tűfóbiásnak dolgoztam. nyugodtan, majd igen. rád dőlök, a És ennyi piercing -el a tűfóbiás. Ja, de hát ez simán megél egymás mellett. Ja, jó, oké. Okay. <laughs> <laughs> és akkor... És akkor a nagymamám még tizen voltak testvérek, és a nagymamám legfiatalabb hugocskája, az egy nagy néném, ő itt él, és ő tudta egy millió évvel ezelőtt, hogy hát Imike szeretett volna színműre jönni, Imike egy csomót játszott már, talán van is valamihez köze, és hogy ő mondta nekem, hogy figyelj már, ha már itt vagy, add be a jelentkezést. Mondtam, hogy megölnek, hát nem, nem engedik meg. Izé, mondja egy felnőtt ember, De hát amikor azért még félig meddig függesz, mert igen, még igen, iskolába igen. jársz, nem nagyon tudsz mit mondani. Mari, add be titokba. Úgy se látják, nem tudnak róla. Ez kicsit barátok köztesedik. Ugye? Igen. És így beadtam titokban, majd először, először adtam be, és elsőre fölvettek. Igaz, hogy első helyen én színészakra adtam be, második helyen a tévére, a harmadik zenalkodémia citera, mert hogy én ugye hat évet citeráztam, hát úgy voltam vele, Szép hogy... lassan azért előficcennek ez. Hát most népi pengetőre simán feltek, no offense, bocsánat, mindenki többet. Nem, hát ö, úgy voltam vele, hogy én akkor is valami művészeti egyetemre szeretnék menni, mert úgy érzem, hogy oda való vagyok. Nem tudom. Na, és akkor végigcsináltam, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszú a történet, de hogy ö, ugye első fordulón 385-en vagy hányan voltunk, műveltségi teszt, két vagy három órán keresztül írod a BMN az Audumax-ba, 15-20 oldal, nem tudom, egyik kérdés az a kinyerte a tavalyi bélt t a következő, hogy milyen kiállítás van most a Nemzeti Galériában, harmadik kérdés, hogy milyen most Magyarország külpolitikai viszonya a, a, a szomszédos országokkal, és akkor a negyedik kérdés, hogy nem tudom, ő, írjon ő, három filmet Quentin tarantino -tól. mondjuk készítési sorrendbe. Igen. Tehát, hogy ez a tévészakra mész, akkor ennyi. Tehát Igen. Azt mondják, hogy tudjad, hogy mi történik Igen. a világban. Igen. Na, hát úgy voltam vele, akkor kiestem a, a színész első rostán rögtön, mert hát már nem voltam annyira fiatal, és az, az én úgy éreztem, hogy az nem tetszett az akkori osztályfőnöknek, Meg ugye a színészakra olyan ezren szoktak jelentkezni. Igen. És akkor én az utolsó, hét utolsó előtti napján kerültem sorra. Tehát amikor már 950 embert égen, átnéztek, akkor volt az szerinted, hogy mennyire érdekelt bárkit, hogy még ez a maradék 50, hogy nem Menték tudom. Lenni, vagy köszönjük. Én nem a, az egyetemem ellen beszélek, de mm. hogy tényleg végignézel ez, majdnem ezer embert, lehet, hogy már lát, azt mondod, hogy már megvan. Persze. Megvan az a 10-12. És akkor onnan kiestem, Első rostán, és az olyan érzés volt, hogy ó, le is szarom, hogy megírom ezt a általános hüvettséget, és itt tényleg úgy mentem be, hogy ki nem tudja, hogy túl is tovább jut. Ki az a hülye, akit nem fog tovább jutni? Annyira mérges voltam, hogy na én sose leszek színész, van a Sazabi jó kedves barátom, Instagramon nézzétek, neki van ez a. Nem akartam színész lenni sorozata, ő ezt gyűjti. Tehát amikor színészeink. Ha. Én nem akartam színészni, de hát. Én fordítva, én azt szerettem volna, én nem az lettem, mm. de hogy első forduló megírom, jó, 300, nem tudom mennyi jut tovább, de úgy voltam volna, hogy biztos továbbítok. És akkor jött egy hétre vagy két hétre az eredmény. És a kódszám sor alapján, tehát nem az, hogy mm. a neved, hanem igen, ott, a, mondom. Hát tovább jutottam. Tök jó. Hányan vagyunk? 80-an? Hát mondom, hát, volt is 300 hülye. Azt mind kidobták. De, hogy ne jutottam volna tovább. Nyolc. Annyira mérges voltam, meg ilyen, tudod, ez a düh, hogy Aha. végre itt vagyok Budapesten, végre, és akkor nem leszek sose semmi. És akkor, jó, hát mi a második forduló? Kreatív írás. Kreatív vagyok. Megírom. Kamera előtti szereplés. Ki nem tud kamerába beszélni? És visszanéztem, amúgy a felvételi kameraszereplésemet. Uh, igen, uh, yes, and I speak English too, yes, uh, de hogy így, tehát így össze szartad magad, de akkor is úgy jöttem ki, hogy hát azért szerintem ez megvan, Szer mert szerintem nem ezt nézik. Tehát ott természetesen nem azt fogják nézni, hogy, hogy tényleg te úgy le, hogy yeah, yeah well, well, haverok, hal izé. hanem igen. hanem azt nézik, hogy igenis van ebben, tehát hogy, hogy a az alapszintű beszaráson kívül van-e még? Uh -huh. Ha az alapszintű beszarás megvan, az természetesen. Uh -huh. Na de várjál, figyelj, mert hogy ott úgy éreztem, hogy mondom, hát ez azért még csak meg lesz. De úgy voltam vele, hogy jó, hát még nincs tétje, szerintem megvan. De akkor már így vártam, hogy hát azért 80-ból, hát nem tudom mennyi fog tovább jutni. És akkor kijött az értesítés, ott van a számom, 30 ember. Na, akkor beszartam, mondom, baszki, innentől ennek már tétje van. Tudod milyen, mint amikor lemész a nagyon durva sípáján, és először fölnézel, és akkor látod, hogy ezzel jöttem le, baszd meg. Igen, ez na és akkor van. ott éreztem a harmadik fordulón, hogy baszki, ennek tétje van. De akkor ezen a akadémiára és sem mentem ott a felvételére, mondom, dupla vagy semmi, ez most vagy megvan, vagy nincs. És a világ egy óriási citerást veszített. Ugye? Ja. bármikor, bármilyen produkcióban bárkinek tudok citerázni, mondom a művészbarátaimnak. Szabadon a Ha már mondtad, hogy így kell ez a self-promo, tudod, de hogy tényleg, meg én hangszereltem, mi úgy citeráztunk, hogy nem a sajtreszelő módon, hanem mm. volt prim, tenor, basszus, nagybőgő, én szépen hallgattam a hegedűs együttest, meg a muzikást, meg, meg mindenkit, a csíkzenekart, hallgattam a kazettákat még, aztán a CD-ket, és akkor volt egy csokor, ami tetszett, akkor Imike nekiült, és akkor Imike csak a bőgőt. Aha, C, G, C, C, D, S, C, G. Aha, aha, végig, jó, az volt az első, de jó, akkor ehhez most a kontrát, aha, aha, igen, csak ugye ott kettőt tudsz fogni, uh -huh. tehát nem, nem tudsz akkordokat. De hangszerelésben voltál leg, leg... Nem, hang, hangszerelni magamtól nem tudnék, mert azért hangzottam, de akkor van, a hangszerelés nem vagyok otthon, de olyan fülem tudom, van, ezt esküszöm, tehát hogy ezt, ezt ez merem állítani. Kettő olyan két fülem van, hogy én látom a zenét, és hogy szerintem azért, tehát van az a fajta ilyen tudat, tudatállapot, hogy én nem úgy hallgatok zenét, mint a bárki más, mm -hmm. és ezt nem ilyen lekicsinyülően mondom, hanem hogy ne, hát néha fasz. teher, mert nem azt hallom, meg nem úgy. Igen. Na mindegy, ez egy ilyen szájnó, note, citten már el sem mentem. És akkor hát mi van a harmadik fordulón? Ja, leülsz, és az összes tanár egy olyan nem emlékszem, 10-12, de le volt 15 ember, így ül veled szembe. Éjj. És így záporoznak a kérdések. Szarohat. És akkor 30 ember. És abból majd 15 maximum fölvesznek. És akkor érezted, hogy ez -e? így, így, és akkor úgy voltam vele, meg Igen. Igen, és akkor azzal úgy voltam, hogy igazából azért nem rossz elsőre eddig eljutni. Szerintem annyira nem volt rossz, de azért nem is voltam megelégedve magammal, de hát, hát És akkor, amikor jön a telefon, hogy napot kívánok, uh, 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 vagyok a színműről, sok puszi, a Mari hívott fel, uh, uh, hogy hát uh, az a helyzet, hogy... Uh, 14 embert fognak felvenni az osztályból. És itt csak mutatom közben, hogy is itt kis Imre azt mondja, mondjad már, mondjad már, ne adjad, de nem, no bullshit. De 14 embert fognak felvenni az osztályba. És, és, és? És hát ön a, ön a 15 az első tartalék. Azt a uh -huh. Aha, igen, aha, hm. hú, de kár, aha, persze, köszönöm, persze, igen, 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 hát mennék, persze, mennék, de hogy, aha, igen, jó. És letettem, és tudod, ez a, menjetek a mindenkinek ezt mondják, hogy de kár, hogy nem vettek föl, de majdnem. Hmm. És eltelt egy hét. Csörög a telefonon megint ismeretlen szám. Jó napot kívánok, megint XY Mari vagyok. Hát az van, hogy ugye ön az első tartalék, de látjuk, hogy első helyen a, nem, nem első helyen van megjelölve a szak, de akkor önt vennénk föl most de hogy akkor sorrendet kéne cseréltetni, és akkor a, a felvi.hu nem tudom a dokumentumot kérvényezni, kitölteni, sorcsere, befizetni, igazolni, és mondtam, hogy ö, de nekem első helyen a szími volt megjelölve színészszakon, ahol az első rostán kiestem, tehát így is muszáj megcserélnia. Ja nem, én nem kell, akkor fel van véve szeptembertől a televíziós műsorkészítő osztály ö, tagja. Így én. Hm, ó, oké, ö, jó. Köszönöm, pip. Dolgok, amire És amikor nem így Igen, amire, amikor így ülsz, hogy. Akkor most mi van? És akkor az volt, hogy fölhívtam apukámat, hogy hello, hello, nem tudom, így munkaközben elkaptam, semmi. Semmi izéje, mi a clue, semmi. Sem, tudom, tehát, hogy, hogy nem is gyanított. No hogy, clue, igen. tehát, hogy ez a halvány lila gőze nem volt, így van magyarul. Itt. Halvány lila gőze nem volt, hogy miért hívom csak így random, és azt mondok egy-két mondatot, hogy mondtam, hogy na hello, hello, mondom állsz vagy ülsz? Hát most állok, mondom, ülj le. És hallottam, hogy megfagy a hangja, hogy ma megint mit csináltál, Nagy Nagypapa lesz, vagy autóbaleset, vagy mit is. tudom én, vagy pénzre van szüksége hirtelen, vagy mit tudom én, rendőrségen vagy izé, mert mi történt? Mondom, hát az van, hogy ha tetszik, ha nem, szeptember 1-től én a színműre járok, felvettek, televíziós műsorkészítő. És én síri csönd a telefonban. És tényleg egy ilyen, szerintem 10 másodperces csönd. Hát ez nagyon jó. Hát gratulálok. Fuh. Gratulálok. És, és, és akkor vettél egy levegőt. Igen, <laughs> igen. és akkor szépen elkezdtem mindenkit körbehívogatni, hogy hát akkor én oda, oda fogok járni ezen túl. Gondolom benne volt az is, hogy jó, nem színész tévés. <laughs> Ö, nem, akkor inkább tudod, az van, bocsánat, és biztos majd a szüleim is meghallgatják ezt, és majd ezt így tök, jó, vagy tök rossz lehet így hallani, de hogy van ez a fajta, Kisvárosi vagy kisfalusi mentalitás, hogy ne, nem, nehogy megpróbáljál valamit, mert ha nem sikerül, majd mit szólnak a faluban, meg mit szólnak a szomszédok. Igen. És hogy ő már csak azt a hírt kapta meg, hogy megpróbálta egyből egy százszázalékos vinrét, érted? Tehát uh -huh. megvan. Tehát ezt nem lehet leszólni. De hogy én ezt megpróbáltam volna korábban is, aztán a kettő között is, aztán megpróbáltam egyedül, de nekem, és ezt mindig el szoktam mondani, amikor kérdezték nézők, hogy azért ez nekem nem volt új. Tehát én zongorázni jártam a zeneiskolába, titokba kezdtem el citerázni, mert nagyon megtetszett. Aztán hát azért elég jó citerás lett a mi csapatunk, mert tényleg az ország egyik legjobb citera bandája, az szerintem a miénk volt. Most van citered? Ö, otthon van. Anyu szokott játszani rajta, igen. <laughs> Aztán, amikor én jelentkeztem kilencedikesként a színjátszóba, az is titokba, mert hogy nem szabad, mert hogy tanulni kell, és nem szabad itt a színházból léhűtő mi haszna izé. Tehát, hogy nekem minden dolgom olyan, hogy én kitaláltam fal, fejjel, nem baj, akkor odébb megyek, és akkor így nem tudom, a, a kis, kis kapunát mászok, vagy valami. Tehát a citera is így volt, a színjátszó is így volt, meg a színmű is így volt. Szóval azt ilyen tök jó látni, amikor így hú, de jó, hogy te is eljutottál ide. Igen, igen, és hogy minden szülői támogatást megkaptam. Én nagyon sok szülői támogatást kaptam, például mondjuk pénzben, úgyhogy ami a szüleimtől telhető volt, az mindig megvolt. De hogy ez a, én kitaláltam, hogy ezt szeretnék, azt nem. Utólag és hogy... nem biztosám, hogy ez baj. Nem baj. Én Mert... minden egyes sikernek sokkal jobban tudok örülni a mai Pontosan, napig. és a másik meg az, hogy ez se azt jelenti, hogy, hogy nem támogattak, hanem a. Hanem talán a kudarctól, vagy a nem tudom mitől, de hogy azt akarom mondani, hogy. És rövid távon lehet, hogy kontraproduktívnak tűnt. De igen, de én nagyon egy hálás erősítő vagyok. folyamat volt, vagy hogy is mondjam. Én nagyon hálás vagyok a mai napig, mert hogy emiatt tanultam meg minden kicsike, meg minden nem kicsike, mondjuk sikert ö, jobban megélni, Meg értékelni, meg örülni neki, meg emiatt, ö, hogyha becsúszik valami, valami rosszabb dolog, akkor meg tudom, hogy de basszus, hogyha nagyon akarom, akkor majd valahogy más vagy, sikerülni fog. Akkor nincs is olyan, hogy, azért, hogy ez a jaj, ha visszamehetnék, és akkor mindenkinek van egy ilyen sweet spotja, amikor úgy gondolja, hogy akkor, akkor ha más mehetett volna, milyen jó lett volna. De hogy is pont, hogy azon szoktam gondolkozni, nekem a fordított, hogy Jézusom, ha én nem kezdek el a színjátszóba járni a gimibe, ha én nem váltok sulit. Ha én nem hagyom ott a sulit, és jövök föl egy ruha nagykerbe dolgozni, ha én nem adom be, és ha én nem kerülök be, és ha nem ott vagyok, ahol most, akkor isten mit csinálnék? És mindig az jut szembe, hogy biztos, hogy sokkal rosszabb lett. <laughs> ezt érzem. Vagy azt mm -hmm. érzem, hogy sokkal rosszabbul járnék. Bocsánat, hadd mondjam el, és ez egy szerintem egy nagyon kedves ilyen side note, hogy már miután lediplomáztunk, tudtam meg, hogy ugye ki volt a, a két tartalék amúgy, akit később fölvettek ebbe a tévés osztályba. Igen. ABC sorrendben mondom, a Kis Imre, meg a Szirmai Gergely <laughs> volt a, a két tartalék. <laughs> Jó, hát bizonyos dolgok azok összeérnek egy idő Csak hogy nem ugye megvolt, hogy kiket vennének föl, és két ember, akit fölvettek a tévé osztályba, azok úgy gondolták, hogy ja, ők mégse oda mennének, hanem ők amúgy beadták a dramaturgra is, és ők mind a ketten inkább mennek dramaturgnak. És akkor ez a két ember, aki később megcsinálta a irodát, az így, hopp, így, mi így kerültünk és az osztályba. És akkor ez ez onnan is jött, hogy. Nem, azt mi akkor nem tudtuk. Nem, ezt utólag tudtam, meg és mondtam, hogy de, de ez elég vicces szerintem. Cs. akik majdnem besekerültek, de úgyhogy nyilván ott futtunk a finishbe. Hát ugye ilyenkor jönnek a sztorik arról, hogy mit tudom, az einstein is kirúgták egyszerre, nem tudom honnan meg ja. Tehát ez, mindenki, egyrészt mindenki máskor érik meg dolgokra, meg, 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 hát egyszerűen bizonyos helyzetek máshogy történnek meg. Tehát ez nem azt jelenti, hogy valaki jó vagy nem jó, hanem, hanem akkor, akkor jött el, meg úgy jött el a, 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 a te időd, meg ezek szerint a ti időtök. Viszont akkor ezek szerint, tehát elindult ez a tévés, tévés dolog, és közben már vagyunk 2000 Körül? Nem, mire gondolsz most? A tízben indult a, az osztály, igen. Az osztály, igen. És, és ugye hát nagyjából 2010-es évek elején indult el ez az egész uh -huh. uh, youtuber őrület. Uh -huh. És az, az téged honnan kapott el? Téged azt onnan kapott el, hogy már tévés vonalról valamit tudtál, hogy uh, hogy, hogy, hogy van egy ilyen, és mondjuk ez egy alternatív csatorna. Vagy te is, mint, mint jelenség rá csodálkoztál, és csinálhatnék ilyet, függetlenül attól, hogy most tévével foglalkozom. Ez meg. úgy nézett ki, hogy nagyon szerencsés osztályunk volt, mert azóta szerintem csak nekünk volt ez a kurzusunk két fél éven keresztül, hogy talán digitális műfajok vagy valami ilyesmi, és az én kedves osztályfőnököm, a Rangos Kati, ő, bepaliszta, idézőjelbe, az ő egyik kedves barátját, ismerősét, akit a mai napig félig, meddig azért ilyen mentoromnak, meg elindítómnak gondolok, a Gerényi Gábort, aki internettó, alapító, index.hu tulajdonos vagy, én nem tudom, mi volt a Gábor, mindegy, igen, tehát, hogy ő, hogy ő tanítson minket kétfél éven keresztül. Uh -huh. És a Gábor mondta azt, mi a Gergőbe például nagyon szívesen jártunk erre az órára, hogy izgi dolgok lesznek, és az első órától kezdve a Gábor mondta, hogy gyerekek, online videózás a jövő. Ő folyamatosan követte a trendeket, mert látta, hogy amcsiba indul a YouTube, meg ez mennyire megy, meg stb. És ő bátorította elég erősen a Gergőt is, meg engem is, hogy ezt csinálni kéne, csinálni kéne. Csak a Gergőnek megvolt a tök jó filmes ötlete, én meg már akkor videójátékokban gondolkoztam, hogy hú, tudod, amikor ilyen nai van, mert hogy micsoda mi, művészi értékek vannak a videójátékban, a zene, a dramatúria, a karakterek, izé, izé, de hát, hát ahhoz kéne jó gép, vagy kéne konzol, meg a nagyon sok játék. Én nekem napi 450 vagy 500 forintom volt kajára. Tehát tudtam, hogy hát én nem fogok tudni egy videójáték csatornát úgy elkezdeni, hogy nekem nincs pénzem eszközökre, amiken nem az, hogy fölvenni nem tudom a gameplayt, nincs, amin játszak. És akkor uh, emlékszem, hogy bedobtam azt az ötletet, hogy kéne ezt a játékos csatornát, és a Gergőnek tök tetszett. És mondta, hogy fú de ez tényleg az rohadt sok idő, meg nagyon sok energia. De mi lenne, hogyha... És mondjuk mit tudom én, lediplomázunk utána, vagy befejeztük a sorot és mondtam hogy tök jó. És 2013-a végeztünk, és nekem ez egy annyira jó ö, élmény volt a a Gergő részéről, hogy ezt ő nem a levegőbe mondta. Az egy annyira jó gesztus volt, addig már Hollywood az tök ment uh -huh. 2013-ban. Volt 80 vagy 90, de lehet, hogy akkor ért el a százat talán, százezer uh -huh. feliratkozót. És megcsináltuk a súlyt, és ő mondta, hogy na, akkor most kezdjük a videójátékot. És mondtam, hogy tényleg? Tényleg gondolod, hogy beleszállnál, megcsináljuk? Persze, és mondtam, hogy yes. És akkor elkezdtem, én aztán mindenkinek írtam e-mailt. Uh -huh. Microsoft, Nintendo, Sony, én jártam mindenkinek a nyakára, a izék, és akkor én, én picseltem magunkat, hogy... Az még eléggé a hőskor volt, olyan, az nagyon mennyire hőskor. volt az, hogy, hogy értették, hogy te azt miről se beszélsz. Tudták, hogy mit akarunk csinálni, csak azt mondták, hogy hát végül is jó, YouTube, meg a Gergőt, azt ismerjük, azt hallottuk, hogy ti fogtok, aha, aha, végül is. Igen, hát végül is gondolom olyan nagy dologban nem fájt nekik, mert az a nem, csak egy, marketing egy, 0, Igen, 0, igen 0, hát mi azért a, a spórol pénzüket összeraktuk a Gergővel, hogy hát akkor azért kéne egy gamer PC-t venni, aztán kéne valahogy konzolokat szerezni, vagy barterbe, vagy izén, ha konzol megvan, azt valahogy be kéne vezetni a gépbe, hogy azon valahogy fölvegyük majd a gameplayt, és akkor ezt szépen apránként rakosgattuk össze. Igazából. műszaki dolgaiban, hogy mennyire voltatok ennek egyébként otthon, mert hát ugye ez se olyan, hogy az ember csak fog egy webkamerát és aztán akkor azt mondja, hogy meg egy screen capture programot, és akkor ez már megy. Azért, a, tehát a, a műszaki oldal az mindig én voltam. Az addig kísérleteztem még ki nem jött. Akkor a prónám vagyok, mint a Sirius. Meg van, Siriusnak megnézed egy setupját, könyörű a papinak, a paplovagnak megnézed egy setupját, Tök jó, meg minden. Én mindent össze tudok úgy rakni, hogy az menjen, és akkor fölveszem. És akkor így semmiet megtanultuk szépen, lassan. Ilyen full autodidaktizmus? tehát hát ez de, de jó, hogy de... csinálják mások? Vagy... Ja nem, 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 a, nem a formában, mi azt tudtuk, hogy mi mit akarunk. Nem is inkább azt, tehát hogy a, a maga a műszaki része, tehát hogy, hogy hogy áll össze maga ez a rendszer, meg ilyesmi. Elkezdtem nyomozni is például, szerintem lehet, hogy pont a a Viktor volt, még akkor kb. Én mi is ismertük egymást egyáltalán, de hogy mégis ő segített, hogy hát, hogy van ez az avermédia, és akkor van ilyen, hogy game capture, és akkor így usb be bemegy a gépbe, HDMI megy a capturebe, ha így állítod, belefagy, tudod, és akkor tehát ilyen, men. Igen. és akkor és kölcsönkártya, és akkor életedbe először uh -huh. így föl tudod venni azt, hogy úristen, a konzolt fölvesszük. Tehát, hogy ez egy, ez egy ilyen hosszú folyamat volt, aztán nem tudom, ez nem annyira izgalmas, mint inkább munkás volt. Bár úgy írt, hogy izgalmas, hogy létrehozni, de elmesélve nem izgi az, hogy mennyit kellett szívni azon, hogy már eleve az, hogy a csatornának mi legyen a neve, az, hogy iroda már az, hogy mi legyen. Voltak még ilyen ötletek, ami nem benne volt, van a fejedben? Nem hogy... volt ötlet. Volt valami kb. insert coin, meg, meg minden ilyesmi ami az elsőre jut az ember eszébe. Uh -huh. De hogy mi nagyon szerettünk ugye téjefezni Gergővel, és akkor, akkor én ugye kezdődött szépen lassan a szabadúszás, de hát mi össze-össze vasárnaponként játszani. És akkor itt a kis laptopomat egymás mellett a két laptop, chips, kóla, csupa egészséges de dolog, hát így. vagy rendelünk pizzát, vagy hamburger, ami és akkor az ki volt mondva, és is. például a... a és ez Gergő mondta mindig, hogy nem, vasárnap, nem dolgozunk, game day. Jó. És akkor mentem. Akkor az. De nem, de nem, nem, nem így ez jött. Nem. Jött nem. Ez, ez ott se volt, de hogy azt mi Game Day-nek hívtuk. Ugye Amcsiban csiban hmm. a Game Day-nek a Igen. NFL napot hívják, azt hiszem. Vagy nem csak az NFL, lehet, hogy a NHL napot is Game Day-nek hívják, nem tudom. De hogy így az volt a Game Day, és akkor így gondolkoztunk a néven, hogy baszki. De hogy amúgy kéne logó, kéne arculat, de nincs meg a név. Hát hogy lesz úgy arculat, ha nincs név? Semmi. És emlékszem, hogy így ültünk a konyhában, a Gergőnél, és akkor, hogy ugye, mint egy Hollywood hírügynökség, hogy valami-valami, jobb így ez, a, ez a, az a két tagos, vagy nem tudom, ez tök jó hangzik, az legalább még alliterális, és mi meg így... Valahogy intézményesíti. Ú, in, intézményesíti, és ez az intézményesítés beugrott, és hogy, hogy tudod, ez a... Hát mi azért az ilyen, ilyen, jó kritikákat akarunk, egy kicsit, kicsit felnőttebben, meg a gameplayt is ilyen jó magyarázósan, hogy legyen informatív, meg valami, és akkor nekem jutott ez eszembe, hogy hát ha ez egy kicsit ilyen komolyabban vett dolog, és mi most komolyan vesszük magunkat, akkor baszki. Game day, iroda. Játszunk is, de Dákon. Ötén játszunk, játszunk, igen. És, és onnan van, jött a random kolléga és az. A random stb. kolléga az onnan jött, hogy hogy ahogy vannak a szerkesztőségi ö, tagok a hírünökségnél hogy, hogy ne azt mondjuk, hogy rajongó, én azt gyűlölöm ezt a szót, vagy nem, nem szeretem. Valahogy a, nézőt se szerettem, nem szerettem ezt a szót, hogy néző. Az passzív. Az passzív, ugye? És az olyan, mint hogy egy leg, a rajongóba is érzek egy ilyen lekicsinylést, meg a nézőben is A rajongó azt szerintem túl macs, tehát az, az hogy Igen. a néző meg a... És gondolom Pontosan. a kettő közé akartunk. Igen, és akkor rülni. úgy akartunk, nem az, hogy a kettő közé, de hogy, hanem hogy inkább úgy, hogy te baszki, hogyha itt vagyunk az irodában, valaki hozzászól a videóhoz, vagy ajánl egy játékot, vagy valami, az olyan, mintha nyilván ő is, hogy benézne, és akkor mondjuk jött a kolléga. És azért random, mert hogy bárki lehet. Uh -huh. És ezért jött ez a random kolléga. A random vasárnap, meg azért, hogy, ja, minden vasárnap játszunk már valamivel, de hát mivel, hát itt mindig mással. Jó, aztán meg lehet, hogy ne is csak vasárnap játszunk bármivel, ha úgy gyökeredünk, és akkor ezért. Random vasárnap, hogy úgyis random volt, hogy mivel játszunk. Igen. És az is random volt, hogy vasárnap van-e, e. vagy Igen. nincs. Ennyi. Long story short. De végül is. Már vége a beszélgetés? Hát egy egy harmincnál egy egy, egy, egy tartunk, és jelentősen elkezdtél beszélni ahhoz képest, hogy azt mondtad, hogy ez neked nem. Megy. Nem szeretek. Látod? De látod? Na, figyelj, most ne hogy azokkal ott. Ez az nincs. Ezért domálunk. az ennyi. De egyébként. Viszont jó, most pontosan mondom, hogy ne, ne törődj velük meg, mit tudom én, de az ugye... Tehát ha, ha most ugye belementünk tényleg ebbe a Gergős sztoriba, ugye annak idején az, 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 az azon leesett mindenkinek az álla, hogy így hirtelen. Hirtelen aztán akkor fúti annyira ketten voltatok, kb. kb egy csomó soha úgy is hivatkoztak rátok, hogy hogy hát az én jég vagy a Gergő jég, tehát hogy a tényleg intézményes itt ketten, és aztán hirtelen then there was one hirtelen, hát az öt év azért. De úgy hirtelen, hogy, hogy, tehát, hogy öt évig csináltatok, és aztán egyszer csak, ugye, egyszer csak így vége lett. És, és, és tudom, hogy akkor, akkor ugye nagyon kulturáltan, és tényleg úgy ment az egész, hogy nem, tehát szerintem kb. nem is mondtatok róla semmit, hanem az, most már nem. Kb. ennyi volt De figyelj, az egész. igen, de hogy ezzel úgy vagyok, és itt sem fog semmit sem nem, mondani. Nem, hogy semmiképpen nem szed, tudom, akarok. Nem, de ezt most nél, a, ezt for the record mondom, hogy figyelj, mi megbeszéltük, magánügy, én ahogy ilyen renter drámákra se ö, szoktam reagálni, mert nem érdekel, úgy ezzel kapcsolatban meg úgy voltam, hogy de ez a mi magánügyünk, mi megbeszéltük, ezt most nem fogok én itt izé videót csinálni arról, hogy már pedig ez, yes, meg így, meg úgy, meg amúgy, meg izé. Attól senkinek nem lesz senkinek jobb. nem lesz jobb. Én nagyon imádtam csinálni a game de hogy ugye a Gergőnek addigra már volt az AFK is, tehát 73 felé szakadni, utána nyilván, amikor nekem több feladatom lett, akkor az így elkezdett egy kicsit betemetni, és közben volt az, ami már mondtam korábban, hogy olyan sok játék jött ki, és már annyit kellett játszani, hogy már én elkezdtem ebbe kiégni. És akkor tényleg az van, hogy de most én mit próbáljam már ki a 73. Call of duty amúgy nem érdekel, de ha nem azt próbálod ki, mert azok kosláger éppen, hiába tesztelsz egy tök jó indiátékot játékot, egy kutyát nem fogja érdekelni, Persze. és akkor meg már bocsánat, akkor minek fektessek valami olyan energiát, ami senkit, és most nem azokat mondom le, nem az, ö... senkit nem érdekel, de tudod, a ezek a hangok. nagy számokat nem érdekli. A nagy igen. számokat nem érdekli, és most érted, ha olyan, arra mennék mindig, hogy, hogy csak a nagy számok, meg satöbbi, akkor nyilván azt mondanám, hogy hú, de igazán annak, aki azt mondja, hogy az 1500 ember az egy senki, senki nem nézi a beszélgetős műsort, igaz, hogy mit tudom én mondjuk, vannak azért epizódok 20 meg 30 ezeren is nézettségben, de nekem nem ez a lényeg, hanem az, hogy szeressem, amit csinálok, és olyan sok volt már a játék, és közben az volt az elvárás, hogy jaj, de mit mondasz róla, mondd már meg, csináld meg már, meg már, izé, miért nincs kész a kritika, és akkor hallott, haver, száz óra kiátszani. Tehát, hogy... Nem, van, amikor nincsenek, tehát egyszerűen tehát tudják, hogy száz óra, és azt is tudják, hogy még csak 40 telt el, és a kettő az egyszerűen Nem. Egy, uh, szimultán tud Igen. létezni a fejükben. De mi? Egy, egy normál munkahét reggel 8-tól délután 5 az a napi 8 óra, az egy héten 40 óra. Igen. Akkor egy 100 órás játéknál, akkor csak valaki próbálja meg a, a matekot így végigjátszani, hogy a száz órához mennyit kell napi szinten munkaszerűen játszani, de közben le kell gyártani két-ketv csináló gameplay De a két csináló gameplay az olyan legyen, hogy mind a kettő informatív, és az egyik az lehetőleg mondjuk a játék első egy-két-három órájában, a következő a játék 74. órájában, hogy mutasd a különbséget, Igen. és utána Ja, és a két gameplay az egyik az nyilván legyen kész kedden, a másik csütörtökön, vagy vagy csütörtökön, pénteken, vagy pénteken, szombaton, és akkor szombatra vagy vasárnapra, hogy legyen kész a kritika, amit ugyanúgy meg kell írni, de rög, legyen hozzá rögzítve gameplay, Igen. hogy pont azt mutasd, amiről éppen beszélsz. Igen. Nem jön ki a matek. És Jó utána, az nehéz. utána, ugye, érted a a YouTube hőskorában, amikor tényleg tök jó megnéztek egy gameplayt 20-30 ezeren, és akkor egy héten csináltál két 20-30 ezeres videót, meg egy kritikát, akkor azon a héten azzal a három videóval kerestél nem tudom, 18 dollárt. A rohadt Megérte azt nem tudom, 40 órát. 18 dollárt. <laughs> Igen, dollár. amikor így elkezdesz órabérbe visszaszámolni, Igen. és szart. <laughs> Igen. Na, és például Unlimited, azon kívül, hogy ugye szereztem egy-két támogatót, akik hardverben és nem pénzben támogattak, és egy csomó pénzt költöttem arra, hogy ez összeálljon, ez a, ez a mai napig nem termelt egy forintot se, de imádom, és eszem ágában nincsen órabérbe számolni azért, mert minden egyes pillanatát szeretem. Mm -hmm. És amikor már tényleg elkezdesz visszaszámolni, hogy óra bérbe ez hogy jön ki, meg ezt, ezt nem lehet hosszú utála, ez fenntarthatatlan, stb., na akkor volt az, hogy amúgy én lehet, hogy tudod, így kiéktem ebbe a rengeteg kritika írásba, és hogy amúgy én már, én már nem igazán szeretek azért játszani, mert hogy játszani kell, mm -hmm. és ez tényleg az egyik legnehezebb felismerés, amikor az ember is saját magának azt meri mondani, hogy azt kikéktem szerintem. Jó, hát ez a Csoki gyári dolgozó tipikus esete, de, hogy de milyen jó lehet ott a Csoki között, tudom, de más se eszem nyolc éve. Igen, tehát, hogy egy, és mizet, hogy már rá se akarsz nézni. Slitszel, please, tehát igen. Persze. Igen, igen, igen. És pontosan ehhez, mondjuk, ha már nézted az órát, meg mindent, de mondjuk egy ilyen, egy ilyen jó keretbe foglalja az egészet, hogy szerinted, mindazzal hogy végigmentünk azon, hogy merről jöttél, amit csináltál, hogy ez most mennyire... Tataházi vagyok, egy minden. kis faluból származom, ugrok egyet, a szíműre nem csak azok kerülhetnek be, akik csókosak, mert engem senki nem ismert, mit tudom én, annyi ilyen dolog van, amiről le, nyilván lehetne beszélni, nem szeretek. Beszél, igazából nem igazából a, szerintem az foglalja ezt az egészet keretbe, hogy ugye most is az látszik, hogy ahhoz képest, amit eddig csináltál, annak, tehát mindenből egy kis szelete benne van abban, amit most csinálsz, és most csinálsz mindent is. Uh -huh. És hogy látod-e ilyenkor, vagy egyáltalán van-e elképzelésed, vagy mersz-e jósolni, hogy mondjuk tíz év múlva mi a fenét fogsz csinálni? Lövésem nincsen. De nem úgy nincs lövésem, hogy félek, hanem hogy egyszerűen Ízlatottan nem. Tudottan nézel a dolog elé. Még csak vagy nem, nem is az, hanem tudod, van ez. Irillem mondjuk azokat, akik tényleg, mit tudom én, ilyen-olyan menedzser vagyok, vagy mérnök izé, ennyit keresek havonta. <coughs> öt év múlva megvan a kocsi, uh -huh. nyolc éven belül megvan a lakás, aztán jöhet a gyerek, meg izé. Nekem ez a fájó pont idézőjelesen, uh -huh. hogy én ilyenekben nem tudok számolni, de nem is akarok, mert hogy igazából én egy olyan családból jövök, hogy hogy nem az, hogy sose éltünk nagy lábon, egyáltalán nem éltünk nagy lábon, de mindig volt arra, ami kellett, tehát, uh -huh. hogy volt ruha, meg volt gaja. Uh -huh. Tehát, hogy nekem ilyen ilyen vágyaim soha nem is voltak, ez nekem a, a külsőség ne tovább, ez a kinek milyen kocsi hol érdekel engem? Persze van menjen. Egy millió éve van jogsim, de hogy sose érdekel. Tehát engem ilyennekkel nem lehet lekenyerezni, vagy izé, hogy nem akarsz tudom jó autót, vagy izé, nem. Nem, az egy használati eszköz. Uh -huh. Meghúzom, akkor se fogok a falnak rohanni. Meghúztod a kocsit, mit tettél? Az az autó azért van, hogy A-ból b elmenjen ú, uh, telefonom, mindjárt lejtem a földre, jaj, lejtettem a telefon, telefonálni akarok vele, Most csak kicsit karcos lesz, akkor ez van. És ez nem azt, hogy nem becsülöm meg semmit, aminek van értelme, van értéke, hanem hát hogy most használati ez... tárgyaknak ne legyünk már a rabjai, és hogy nekem pont nincsenek ilyen céljaim, tehát visszatérve a kérdésedre, nem tudok tervezni, de, de inkább azt próbálom nézni, hogy ami most van, azt mennyire szeretem és szeretem -e, és hogy... És hogy annyit látok-e, hogy mondjuk az elkövetkező három hónapban vagy fél évben, mit akarok, vagy hogy akarok. Mert nem is, nem is olyan szinten érdekel, hogy egyáltalán, hogy most akár ilyen, ilyen, ilyen hűdemagasztos célok, meg ilyesmi, hanem egyszerűen csak végig gondolom azt, hogy mostanában mi, milyen eszközökkel, vagy milyen szolgáltatásokkal dolgozol, és ezek a szolgáltatások a nagy része az mondjuk tíz de legnagyobb tágítása a 15 éve nem léteztek. Uh -huh. Tehát mondjuk YouTube nem volt, Igen. Twitch nem volt, uh, élő közvetítés interneten nem volt. Tehát mondjuk, ha 2005-ben megkérdezem tőled, hogy te, te mi leszel 2020-ban, akkor fogalmad nem, nem lett volna, hiszen nincs meg a fogalom, Igen. ami lehettél volna. De pont ugyanígy fog, nincs fogalmam, hogy jövőre mi lesz, vagy öt év múlva, nem tudom. Én abba vagyok, mindig sajnos tudod csak ezt az adott pillanatot tudom nézni, hogy amit most csinálok, szeretem-e, kedve, jó kedvel csinálom-e, és hogy látom-e értelmét. Az egy dolog, hogy szeretem -e. de hogy például, és ezt mondtam a nézőknek is, de inkább lehet, hogy ezt ismerősöknek mondtam, akik kérdezték, hogy jaj, mert mi volt itt a váltással, meg stb., meg hogy igen, hát ezt most nézik 1500-an, meg 2000-en, és azt szoktam mondani, hogy oké, okay, de hogy megcsinálom a kritikát, Arról a játékról, ami ezen a héten jön ki, az ezen a héten érdekes. Uh -huh. Jövő héten talán még egy picit, aztán három év múlva, kb. Yeah. aki véletlen belebotlik, hogy most leárazás van, és akkor még tíz ember megnézi. Szerintem, és bízom benne, ami beszélgetéseket itt összehozok, az szerintem most is érték, de hogy ez így kvázi a korral nem esedik, hogy valaki öt év múlva találja meg ennek a rendezőnek, zenésznek, hangmérnöknek, filmesvágónak, költőnek, írónak, akárkinek a munkáit, azt mondja, hogy hú, ez de jó, eddig nem ismertem, ki ez az ember, rákeres, és ott van egy órás beszélgetés vele. Hú, de király, ez... És az visszamenőlegesen is tud így értéket adni. Mert az, hogy most tök jó van egy szerintem szuper talán a Metroid Prime Corruption 3-ról is csináltam, ez egy kedvenc euh, Nintendo wii játékom uh -huh. volt, meg a Super Metroidról is csináltam ez a sorozat, ez fantasztikus, de hogy ez nem úgy lesz, hogy mit tudom én, tíz év múlva, amikor az akkori Metroid kijön, akkor mindenkinek az lesz az első, hogy hú, de akkor azonnal a pixeleset szedjük elő, mert én ezt eddig nem milyen ismertem. Volt hanem milyen előtti, Igen, volt, igen. De ha ez egy emberrel kapcsolatban, vagy egy, hmm. egy ilyen munkával kapcsolatban jön elő, akkor szerintem érdekel téged annyira az ember, hogy azt mondod, hogy mit lehet róla tudni, és akkor Igen. ott az a beszélgetés, tehát hogy én, lehet, hogy ez ilyen tök naív dolog, azzal áltatom magam, hogy ez öt év múlva is érték, meg tíz év múlva is. A kritikákat is így írtam meg, de hogy... Nem, ezt tök megértem egyébként, most nekem volt egy ilyen, hogy a, ugye most egy Pár napja, hete halt meg a rasnak a dobos Anil Pört, aki ugye hát azért jelentős zseni, zseni volt a szakmájában, és, és akkor így nekem volt egy ilyen rush hogy akkor így mindent, mindent vissza akarok nézni az emberről, mert az egy kicsit életbe tartom, és találtam olyan interjúkat, meg olyan riportokat is, ami amit, mit tudom én, a dél-kanadai, nem tudom, Erdés Szövetség lapjában ö, videós nyilatkozat, mert miért nem, mert éppen ott járt, és megnézték 3200-an, és, és tökörültem, hogy találtam egy olyan pici extrát, ami, ami olyat ad az emberhez, ami, ami nincs benne a, a, a hatalmas nagy mainstreamben. És lehet, hogy olyan dolgokat mondott, amit igen, semmi, igen. A, érted, a Rolling Stone magazinnak nem mondott olyat, csak valami kis apróság. Hát amennyire én nézem a, a te beszélgetéseidet, ott eleve azért úgy úgy ülnek ott az emberek, hogy nem ez a következő lemezünk, október 12 ig élik meg, 14-re kell. nem beszélgetés van, és az, az, az többet ad. Igen, szerintem. igen, igen. És ez, ez tényleg az is, az is marha érdekes, hogy hogy iszonyatos nagy szórás van, hogy milyen emberek jönnek. És azt látom, hogy olyan emberek is jönnek, aki, aki tényleg, mit tudom én, hol, hol, főzés, utána azért, a kapella, utána író, utána nem tudom, és teljes, teljes őrület szórás, ami valószínűleg ugye egyrészt a te érdeklődésedet is tükrözi, de egy kicsit azt hiszem, hogy ez túl is megy rajta. Túl is megy rajta, mert én is ö, azért igyekszem úgy is vendégeket hívni, hogy full ne értsek ahhoz a területhez, és de szóval érdekel. Ilyen, egyszer csak ki, így, így az olyan, hogy tök hívnék valakit, aki főz, csak mert érdekel a téma, és ki most a hat dolog a főzésben? Vagy az, hogy ki szimpatikus, kit ismerek, mert nem úgy ismerek, hogy személyesen, hanem mondjuk Tudod, ki tudom ki ő. Hát az egyik kedvenc ilyen beszélgetésem, az a német anti-monyó sörfőzde. Uh -huh. Tudod, ez a... Föltettem Instán a kérdést, ez benne is az adásban, hogy ki kit látnátok szívesen, és csak valaki így bedobta, hogy hát a német anti a monyótól, és így... Baszki, hát éltem első kézműves söre, az a monyó flying rabbit volt, amit ittam, hú, azt de szerettem, semmit nem tudok a sörfőzésről, semmit nem tudok a monyóról, de mondom, olyan jó söreik vannak, akkor ráírok. Hát akkor hát, ha eljön. És amikor így tényleg beállít a német anti, és közben így megismerjük egymást arcról, hogy hát amikor mi azt a voltunk te helyszíni terepszemlén, akkor nem te vezettél minket? De én voltam az is. Mondom, és adtál még ajándékba is. Hát, volt éppen elkészült a sör. <hát> És te, tehát egy ilyen azt alapján... szerettem azt a beszélgetést egyébként, mert ugye kis hobbi, sörblogot csinálunk most épp pizzával, és aztán akkor ez egyszer csak így, így, hogy mondjuk, na jól van, akkor ezt tegyél fel, meghallgatjuk. És a sörblognak tegyük le a linkét a videó alá. Az most nem rólam szól. Ez <laughs> De várján, valamit akartam ezzel kapcsolatban még mondani, hogy... Tényleg, majd, majd a, a, videó alá kérlek, tedd le a te linkeidet is, Igen. hogy az emberek megtaláljanak Igen. ezen a csatornán, amit néznek ezt mostanában, Mostanában mostanába visszakaptam, de baráti feedbackként, hogy új, mi rohadt sok. Nagyon sok az adás. De, le vagyok maradva. le Ne haragudj, nem bírom követni már egy. És mondtam, hogy köszönöm, hogy elmondod, de hogy egy. Azért van sok adás, hogy imádom csinálni. Kettő. Azért van sok adás, hogy nyilván itt ment a károgás, hogy mi ez a szar, meg izé, meg úgy gondolja komolyan, meg hogy se nézi senki, ez nem is fogja csinálni. Nem Imádom. Tehát, benne hogy csak azért is feeling. Nem az a csak azért is, hanem hogy én ezt komolyan gondolom, azért van sokadás. Mm. Három. Pontosan tudom, hogy olyan széles palettán sikerül elhívni az embereket, hogy aztán nincs az az Isten, aki pont ugyanúgy érdeklődne az összes vendég után, mint én, de azért akarok sokat csinálni, hogy végiglapozod a neveket, és mit tudom én, ha csak tíz névből egyet, de találj egy olyat, aki hú, ő érdekel. Mert hogy itt nem arról van szó, hogy, tehát ez megint az egó kérdés, hogy ezt én csinálom a kis Imre, és akkor most mindenki izé, kézen állva izé, itt hajlongjon meg, vágja hanyat magát, hogy már pedig mindent meg kell nézni. Nem, ezt én csinálom, én szerkeztem és bízom benne, hogy lesz olyan vendég, aki elnyeri a tetszésedet. Egyébként én így nézem, és ez, ez, ez tök működik, hogy amikor elkezdted, akkor megnéztem az első három-négy adást így direkt egymás után, függetlenül attól, hogy ki volt benne, mert érdekelt az, hogy, hogy te mit csinálsz, és ezen kívül érdekelt, vagy nem annyira érdekelt az ember, de, de megnéztem az adást, és utána azon vettem észre magam, hogy mindig megnézem azt, hogy ki az, aki jön? Aki nagyon érdekel, azt megnézem viszonylag hamar, és utána, mondjuk ilyen egy-két héten belül megvan az a, az a flow, amikor azt mondom, hogy na, most a főzés az annyira engem nem, de itt van ez, amit még nem néztem meg, és mondjuk becsapom második monitorra is, és, uh -huh. és, és azon kapom magam, hogy második monitorom megy közben, én ott írom a valamit, és egy csak ilyen, nem gondoltam volna, hogy ez engem érdekelt, tudod, és akkor így elkezdem nézni. Hát a Kéri Laci is ezek rock történelem dolgok azok. Szóval így, szerintem ez az világban Ez teljesen csodálatos. Szóval szerintem ezek és pontosan az a jó, éppen azért arra akartam kiukadni ebben, hogy hogy az, hogy gyakran csinálod, vagy az, hogy, az, hogy sűrűn van -e ez, vagy ilyesmi, úgy van sűrűn, hogy akár te beoszthasd utána. De ez az, tehát annyit hallgatsz, amennyit akarsz, meg azt hallgatod, aki tetszik, de meg de. aki szimpi, és azért van egy darab hashtag valamivel a videó címben, hogy azért tehát nem lehet a videó címbe leírni, hogy ez, ezzel az emberrel ez, meg ez, meg ez, most már hogy a Norbi tartalom, a Norbi formátum fejlesztési tanácsának köszönhetően, Pamkutya Béla Osbát Norbi találta ki nekem azt, hogy miért nem mondod a beszélgetést után, hogy miről beszélgettetek két mondatba. Azt tényleg, ez tök jó, és akkor nem kell felkonferálni így, amit te mondtál, így teljesen izésen, uh, ilyen modorosan, hogy a, a, a mostani vendégünk, ö, ö, és akkor a, most jön az új albumotok. Hölgyeim és uraim, rém, Igen. azt az embert hívtam meg, aki meg annyi lemezzel szerep. Igen, de hogy, tehát a Norbi adta ezt a tanácsot, tehát egy elmondom pár mondatban és ott van egy nagyon jellemző hashtag, a neve. Szerintem is, egy nagyon jellemző hashtag, és ha valaki a nevet nem ismeri, látja a hashtaget, vagy ha nevet nem ismeri, és elindítja a beszélgetést, akkor az egy-két mondatba vagy kedvet csinálok neki, vagy nem, de teljesen kurrens példa. ez két napon belül három embertől kaptam vissza ugyanazt a észrevételt. Hallod? Hát én nem akartam megnézni a donátos adást, mert hogy benne van a hashtag vallás, és az engem mennyire nem érdekel, de valamiért elindítottam, és hát ez de jó volt az a beszélgetés. És hogy nyilván ez most, na ez az igazi nagy képűség, hogy igen, mert ha nekem bizalmat szavazol, hogy én kiket ültetek le, nekem az a célom, hogy olyan embereket ültessek le, akik nyilván tudnak olyat mondani szakmailag, Élettapasztalatban, humorban, művészetben, tudományban bármi, ami érték, de sokszor nem hisznek még nekem, hogy az IMI meghívta, tehát lehet, hogy érdemes belenézni, hanem van a név, az ha először jól cseng, akkor megnyerje a nézőt, ha nem, de mondjuk olyan szinten szavaz bizalmat, hogy ha most unatkozok, azt elindítom, és ez semmi baj nincs, uh -huh. akkor lehet, hogy 15 perc után rájön, hogy Hallod, ez egész jó, ezt most már végig fogom hallgatni. Egyébként jó, hogy mondtad pont a donátos adást, ami nekem pont olyan volt, hogy én egy, én egy, én egy harcos vallás ellenes élőlény vagyok, és, és az pont azért néztem meg, mert azt mondtam, hogy ebbe van egy, és persze nem az a vallás vagyok, aki azonnal templom gyújtogatás meg, hogy mindenki rohadjon meg, hanem, hanem megvannak az érveim. Csak kocsmát csinálnál a templomból, mint a hollandok, igen? Nem mondom, hogy nem. De, de, tehát, hogy megvannak az érveim, és értelemszerűen engem továbbra is bármiről meg lehet győzni. És, és éppen ezért úgy vagyok vele, hogy tehát én fönt, hogy is mondjam inkább, szeretem föntartani az érveimet, és szeretem ápolni az érveimet, és éppen ezért, ha a másik oldal, vala, oldalról valaki akár részigasságról, vagy bármiről meggyőz, az nekem tök jó. Vagy akár meggyőz arról, hogy én miért gondoljam továbbra is uh -huh. így. És éppen ezért az, az, az például én kapázsból megnéztem, mert azt mondtam, hogy ez egy olyan téma, ami nekem ellentémám, tehát érdekel. Uh -huh. Ilyen is van. De közben meg, meg tényleg ezt sokan nem szokták elhinni nekem, de például azt a szemléletet, hogy ne azt nézzem, hogy ö, ki honnan jön, meg ki melyik politikai oldalról, meg ez vallásos, az nem vallásos, meg izé, hogy én tényleg nem az alapján válogatok, uh -huh. és ezt úgyse hiszik el, de hát aki meg nem hiszi el, az meg nem érdekel, mert én tudom, én ezt például a Kéri Lacitól tanultam uh -huh. meg az egyetem alatt. Uh -huh. Mert ő hozott be olyan vendégeket mindenféle területről, írót, politikust, sportolót, akárkit, hogy így rájössz, hogy passzus az embert kell nézni mindig. Igen, és és nem is kell kötelező jelleggel egyetérteni vele, de meghallgatni mindenkit meg lehet. És addig jó, amíg te nem próbálod meg őt a te igazadról meggyőzni, és ő se olyan, hogy ezt úgy mondja már pedig neked, hogy ezt el kell hit, hogy ez így van, mert hogy én úgy vagyok vele, hogy te azt gondolod, én ezt gondolom, ha ennek van közös halmaz, a tök jó, ha nincs, én nem fogok emiatt Igen. konfliktusba menni, és akkor megint visszakanyarodunk oda, hogy kit érdekel, hogy rólam ki mit mond. Tehát szíve joga, hát hogy azt gondolja, van egy oka, én nem próbálok meg kapálózni, mert hogy minek? Ha, tudod, ez, ez tipikusan olyan, hogyha belemész, az olyan, mintha már kicsit igazatot adok neki, és akkor megpróbálom bebizonyítani az ellenkezét, a minek az ellenkezőjét. Ja, egy picit egy, egyébként az, azért, azért jó ez a beszélgetés nekem most, mert ö, egy csomó olyan dolgot tudsz valahogy zsigerből leküzdeni, ami nekem még rohadtul nem megy. Nem mondom, hogy nem szar persze, de, de azt látom, hogy, hogy, hogy valahogy ezt egy olyan tehát ezt az egész, mindent egyszerre csinálok, és így kihívás, és úgy átugrok, és egyszerre, és voltam már ez is, aztán átugrottam ide, és mit tudom én, és, és ezt valamilyen teljesen természetességgel csinálod, és, és lehet, hogy belül egy tök nagy van valami gombócom, vagy nem tudom, de nekem most így felhő. az jutott eszembe, hogy te vagy tényleg a Carpe diem mondásnak a, a, az élő, és a, és a jó megtestőségese, tehát nem a, nem a leszarok mindent Carpe diem, hanem Carpe diem, mert az úgy jó, tehát igazából nekem az jutott eszembe, hogy Carpe diem, és akkor ebbe benne vagy te is egy picit. Na mindegy, ezzel megöltem a bulit, tudom, de... Itt szokás kikapcsolni? Hát akkor vendégem volt kisémi, akinek új nagy lemeze.